Üdvözlök mindenkit a új, vagy legalábbis újra kezdjük kávészünet tolk sorozattal. Első vendégem, Pusza Jádám. És a mai téma egy picit érdekes lesz, már csak azért is, hogy akkor ugye az újraindítást megfelelő módon, módon adjuk meg neki. Ez igazándiból a tökéletlen döntések, ahogy azért nem nagyon bízzunk a felhasználóban, illetve a UX, vagy User Experience-nek a hatása, hogy az emberek pontosan hogyan is hozzák a döntéseket, és mielőtt belemennénk akkor a részletekbe, akkor kérlek mutatkozz be, én majd utána említek egy pár szót magamról. Oké, okay. sziasztok, engem Ádámnak hívnak, és azzal foglalkozom, hogy embereket ráveszek dolgokra, hogyha üzleti folyamatról beszélgetünk, akkor ez általában vásárlás vagy feliratkozás, hogyha digitális termékekről, akkor pedig applikáció használata, vagy egy webáruházba való regisztráció, vagy egy membership rendszernek a fenntartása. Ahhoz, hogy ezt a varázslatot meg tudjuk csinálni, vagy ezt a mágiát meg tudjuk csinálni, használok ötleteket játékokból, mert hogy ők a legrégebbi mágnesek, illetve ezt megfűszerezzük itt-ott tudományokkal, alkalmazott pszichológiával és viselkedés gazdaságtannal, mert hogyha értjük, hogy az emberek hogyan hoznak meg döntéseket, akkor hatással lehetünk a döntésekre, mielőtt meghozzák azokat, és ennél nagyobb fegyvert én nem tudok a XXI. században mondani, úgyhogy ezt kamatoztatjuk, illetve ilyen témákban segítünk jellemzően kkv knak és startupoknak itthon. Köszönöm. Róm is gyorsan egy szót. Ha esetleg még új lennél a csatornán, mikor ezt a videót nézed, egyébként a nevem Bukson Barna, és a WP Sul, illetve a WP Barkács YouTube csatornának vagyok az általános oktatós dumagép hiszen hivatalosan oktató nem lehetek, úgyhogy maradjunk a dumagép részénél. Um, Annyit még el kell mondanom, hogy mielőtt belemegyünk akkor a részletekbe. Természetesen bármi, amiről szó van, hogyha esetleg valami nem teljesen tiszta, akkor a videó alatti komment részlegen kérdezzétek meg, nyugodtan kérdezzétek, figyelni fogunk majd a jövőben is, amikor lehet akkor válaszolni. Illetve, hogyha bármiről szó esik menet közben, akár egy weblap linkről vagy valamiről, akkor annak is a linkét természetesen el fogjuk helyezni a videó alatt, úgyhogy lesz referencia, semmi probléma, úgyhogy csak a videó alatt várjuk majd a kommenteket, és akkor szerintem csapjunk is a lecsóba. Kezdjük akkor az elején. Miért is ne akarjunk például maximalistaként a lehető legjobb terméket létrehozni? Na, akarhatjuk. Ugye erről beszélgettünk még a felvétel elindítása előtt is, hogy ha honlapot tervezel magadnak, vagy éppen másoknak, akkor viszonylag könnyen felveheted azt az attitűdöt. Szerintem Barna, te is felvetted már ezt, én is, úgyhogy bűrösek vagyunk mindannyian ebben. felvetjük, már azt az attitűdöt, hogy nyilván a legjobbat akarjuk biztosítani az ügyfeleinknek, a legjobb eredményt szeretnénk biztosítani magunknak. És ez a maximalizmus azért jár néhány hátulütővel, vagy inkább van néhány árnyoldala, talán érdemes így mondani, és ezek közül szerintem az egyik az az, hogy nagyon ráfókuszálunk arra, hogy maga a termék jó legyen, a lehető leggyorsabb honlapot hozzuk létre. Van egy ilyen GT Matrix fét is, néhány embernél biztos találkoztunk már, ilyen 99%-kal fekvő emberekkel, az is előfordulhat, hogy az összes létező funkciót tökéletesre akarjuk csiszolni az applikációnkban, vagy a webáruházunkban, stb. stb. És valahogy eltolódik a fókusz a felhasználóról, vagy játékosról, vagy megrendelőről, mindegy, hogy hogy hívjuk. Valahogy eltolódik a fókusz az emberről magára a termékre, és ezzel önmagában nincsen baj egészen addig, amíg az ember nem találkozik a termékkel. És akkor ott. Hát, kíméletlenül arcon, arcon tud csapni minket a valóság, mert hogy lehet, hogy nem fogják használni. És hiába van nekem gyémántra csiszolt termékem, ami a piac 95%-át tudná dominálni, ha az emberek használják, nem fogják használni, ilyen vagy olyan okoknál fogva, mi pedig ott sírunk a sarokban, hogy nem használják a szuper termékünket pedig beleöltünk 200 millió munkaórát. És nyilván ez annál, nagyobb feszültséget okoz, minél több időt töltöttünk a projekttel, vagy minél többen dolgoztunk rajta. És ilyenkor nyilván jön egy csomó újratervezés, hogy mi nem volt elég jó, és ezt megelőzendő, szerintem az utóbbi időben már azok is elkezdtek a felhasználóközpontú tervezés felé fordulni, akik egyébként nem képzett UX szakemberek, vagy nem ezzel a területtel foglalkoznak a felhasználói élmény tervezéssel, és szerintem ez egy jó irány, mert hogy ez is egy olyan ága a tervezésnek, mindegy, hogy milyen termékről beszélgetünk, ez egy olyan ága a tervezésnek, a digitális termék tervezésének, ami benne van a mindennapjainkban. És hogyha te egyébként fejlesztő vagy, vagy webáruházakat készítesz másoknak, akkor is érdemes tisztában lenni azzal, hogy az emberek egyébként hogyan használnak digitális termékeket. Ugye jobb a részt erről szól a, a UX és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat tud -e ellátni egy ilyen felhasználó élménytervező. Úgyhogy szerintem ez az első jó lépés a termék maximalizmusból való kilábalásra. Nem tudom, te hogy látod ezt a kérdést? abszolút hibás vagyok én is ugyanebben, Ez, ezt pontosan jól mondtad. Voltak már olyan projektek, amikor azon gondolkoztam, hogy XY-nak meg kell lennie egyéb esetben, nem fogják fogyasztani azt az akármi csodát. Aztán jött a fekete leves, hogy igazándiból beszéljünk mondjuk funkciókról, funkcióknak a 70%-ára nem is volt szükség a felhasználóknak. Soha az életükbe rá se szagoltak arra a gombra, pedig hatalmas nagy piros gomb volt, és nem érdekelte őket. Úgyhogy egy egybe egyet egyetértek ezzel az egésszel. amit viszont mindenképpen szerintem jó lenne még gyorsan megemlítenünk, hogy ez a UX vagy User Experience, hogy ez pontosan eh, nagyjából egy, egy picit próbáljuk kifejteni, hogy mi is ez. Sőt, egyébként az az érdekesség, hogy nem tudom, te hogy vagy vele, én mostában láttam már, hogy eh, nem csak hogy UX, hanem már eh, CX, vagy ugye Customer Experience specialistákat is keresnek pontosan az, és az, a jó, hogy ez ugye valamilyen szinten szépen köthető majd a mai beszélgetés folyamatához is, uh -huh. hogy miért is lesz az olyan fontos. Úgyhogy mindenképpen érdemes belásni az emberek magát abba, hogy egyrészt saját részéről, másrészt pedig a másik oldalról kicsit, kicsit jobban elgondolkozni, mielőtt belássa magát egy bizonyos valamibe, hogy valóban kell, az valóban így, vagy hogy lehetne azzal foglalkozni, ami valójában fontos lenne is. De hát ugye ez a legjobb az, hogyha megkérdezzük az embereket, csak ezt a legtöbben nem szokták megtenni. Hát, szerintem kezdeti lépéseknél, vagy az első néhány ilyen baby stepsnél, ez tényleg tök hasznos, hogyha megkérdezzük az embereket, de ugye Henry Ford is azt mondta, hogyha megkérdeztem volna az embereket, hogy mire vágynak, azt mondták volna, hogy egy gyorsabb lóra. Nem mindig tudjuk, hogy mire vágyunk, hogy mi a motivációnk, és ennek igazából evolúciós okai vannak, mert ez egy vélelmi mechanizmus, hogy rejtettek magunk előtt a saját motivációink. És meg nem mondom a kutató nevét, de képzeld el azt a szituációt, hogy van egy vad nyúl, aki így ugrál össze-vissza a réten, és te mész egy puskacsővel, nyilván egy egész puskával, de hogy a, a, megcélzod a puskacsővel, és a nyúl elkezd menekülni. És hogyan menekül? A nyúl cicakban ugrál össze-vissza, és így nyilván nehezíti azt, hogy el tud kapni, de hogyha kutyával mész rá, tök mindegy. A lényeg az, hogy ő cikcokban ugrál. És hogyha ez a, ez a cikcokban ugrálás tudatos lenne, akkor egy idő után, hogyha sokáig figyelem a nyulakat, akkor kiszámítható. És ez evolúciós szempontból a halála az egész fajnak, ezért az evolúció azt csinálta, hogy a nyúl nem tudja, hogy hova fog legközelebb ugrani. Ez egy marha érdekes megoldás, és Egyébként, hogyha ha valaki azt hiszi, hogy jaj, de hát én tudom, hogy a múltkor miért vettem meg ezt a ilyeti mikrofont, vagy um, miért azt a cipőt választottam, persze utólag meg tudjuk magunknak indokolni. Ezt a jelenséget hívják konfabulációnak. Kreálunk egy sztorit, ami alátámasztja a mi korábbi döntéseinket, vagy választásunkat, vagy talán Tom Kemiah mondta azt, hogy valójában a marketing feladata az, hogy érdeket adjunk a tekezetbe, hogy a vásárlásod meg tud magyarázni a feleségednek. Pont ez a lényege a konfabulációnak, mert hogyha te, mint tervező, mindegy, hogy milyen terméket tervezel, hogyha te, mint tervező, nem kreálsz nekem történeteket, mint felhasználónak, akkor majd én kitalálok valamit magamnak, hogy miért, vagy miért nem veszem meg a te termékedet, vagy miért, vagy miért nem használom a te szolgáltatásodat, és hát nyilván nem lövöm magam lábon, hanem inkább végig gondolom, hogy neked miért lenne jó az adott termék, vagy szolgáltatás, megírom ezeket a sztorikat, vagy és nem feltétlenül ilyen háború és béke jellegű dolgokra kell gondolni, hanem mondjuk egy landing oldalra vagy egy Facebook bejegyzésre. Hogyha egyébként döntünk valahogy, akkor egy idő után megjelennek ezek a, a megerősítő, korábbi döntéseinket megerősítő jelenségek, de nem feltétlenül mindig arra kell figyelni, hogy az emberek mit mondanak. Hát ez mondjuk egy marha nagy tanulság volt, Rory sutherland hallottam, ő a, a, brit ogilvy ügynökségnek a vezetője, ők az, az egyik legismertebb reklámügynökség a világon. Rory Sutherland mondta azt, aki egyébként valószínűleg ogilvy idézte, de senki nem találja a forrást, hogy Ogilvy ezt tényleg mondta volna, hogy amit az emberek mondanak, amit az emberek tesznek, és amit mondanak, hogy tesznek, az három különböző dolog és hogyha csak arra figyelsz, hogy az emberek mit mondanak, akkor az nagyon gyakran tévútra tud téged vinni, és vagy azért, mert szándékosan tévesztenek meg, vagy azért, mert magukat szándéktalanul tévesztik meg, így pedig közvetve téged is. Ez érdekes egyébként, még egy extra példa, aki pontosan ugyanazt mondta, hogy te is az első példának felhoztál, hogy egyéb esetben ugye az illető nem fogja tudni, hogy mit is akar valójában. Steve Jobs is, hogyha már az Apple termékekről beszélünk, meg a leges-leges legelején ugye mondta, hogy Azért, mert erre fognak majd vágyni. Ezért létrehozta, ugye például, az itt talán az iPhone-nál volt, azt hiszem a leges legelső iPhone-nál volt talán ez. Az még De a. Nem? Én is tudom, minek hívták iPhone 3 vagy. Bocsánat, 3G talán. Nem emlékszem ja, Valaki nem kijavít, aki ezt jobban tudja. Egyébként a storyline-nál, például, főleg külföldi weblapoknál láttam azt, hogy hihetetlen nagy különbség van, például klasszikus sales oldal, tehát akkor tényleg ez a, ezért jó, meg az a jó, meg ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk, meg mindenféle oda lehet képzelni, mint csak kettő, tehát azok 20 kilométeres uh, lényegében a szokásos, repetatív információ közlési, persze, valóban működnek egy bizonyos darabig, de láttam egy-két olyan landing oldalt. A saját ismerettségemben is volt, például Dave voltak tipikusan ezek a nagyon-nagyon jó landing oldalai, ahol a szövegírás nem sales szövegírás volt, hanem egy storyline volt. Tehát lényegében a hősünknek el kell jutni A-ból a B-be, és ugye a B -e a vásárlási gomb lesz majd, de mire odáig eljutsz, addig úgy fogod érezni, hogy ott van a nagy kard a kezedbe, és le kell csapnod arra a gombra, és akkor fogsz te győzni. És kimondottan, kimondottan élvezetes volt azokat olvasni, olyan volt, mintha bele rágtad volna magadat egy könyvbe, és egyszerűen nem tudsz kiszabadulni belőle, és a végigvenni ezeken a szélszoldalakon hogy mennyire nagy különbség van ugye UX, UX között, hogyha csak legalábbis, hogyha ennek nevezzük ugye ezt a részét. De... Én ezt hozzáköltém egyébként a, a UX-hez, igen, és két okból. Az egyik az az, hogy a, már önmagában a felhasználó élmény tervezés is egy akkora terület, hogy már specializálódnak emberek mondjuk UX kutatásra, vagy tervezésre, vagy tesztelésre, vagy éppen UX szövegírásra. hogy azokat a, a szövegelemeket tervezik meg, amik bizonyos cselekvések előtt, alatt és után megjelennek. Mert nem mindegy, hogy hogyan mutatsz be különböző cselekvéseket, hogyan vezeted rá az embert, ilyesmi, és pont amiatt, hogy ezeket jól kell tudni megírni, és most nem csak a szövegről beszélek, hanem magát a, a, az oldal struktúráját jól kell kialakítani, a logikáját, hogy honnan, hova tud menni az ember, ezeket a user flow-kat végig kell gondolni. Ez már szerintem önmagában érték, hogyha így végig gondolod tervezőként, hogy honna, hova érkezik, be a felhasználó, vagy az érdeklődő, és hova akarod eljutatni, és ez egyébként hány lépésen, milyen lépéseken keresztül megy, vagy milyen oldalakon, de inkább hívjuk ezt kezdésben, vagy kezdetnek lépésen keresztül megy. És az már szerintem egy tök jó haba hogyha ha elgondolkodsz azon, hogy egyébként mi az, ami érdekli ezeket a felhasználókat. Tehát elkezd, hívhatjuk ezt úgy, hogy elkezded őket profilozni, vagy csinálsz néhány ilyen kutatgatást. Nem akarok nagyon mélyen belemenni ebbe, és lehet, hogy ezért egyébként a vernek UX-es ismerősök, vagy akik megnézik majd ezt a, a, a videót, de pont ez a lényeg, hogy, hogy, ez a kutatás dolog, meg az, hogy leülök húsvér emberekkel, akik hasonlóak azokhoz, akik használni fogják a, az adott terméket, mindegy, hogy ez egy applikáció, vagy egy webshop, vagy egy termékoldal, sok landing oldallal rendelkező honlap, vagy egy blog, Szóval, hogyha szerzünk információt a, a leendő felhasználóinktól, vagy a hozzájuk hasonlóaktól, szerintem az mindenképpen tök hasznos, mert akkor tudom, hogy milyen szavakat használjak. És hogyha mást egyébként nem is viszel senki ebből a mai beszélgetésből, csak ezt az egyet, akkor én már boldog vagyok. Hát, hogy pusztán azzal, hogy olyan szavakat használok, meg olyan sztorikat mesélek el, és ezek ilyen mikrotörténetek is lehetnek, hat szóban akár. Tehát az, hogy olyan szavakat használok, olyan történeteket mesélek, amiket te is átéltél, mint leendő felhasználóm, ezzel is kialakul egyfajta kapcsolat köztünk, mert hogy azt érezzük, hogy, hogy bakker ez az hasonló. Igen, tudunk vele azonosulni. És a társas befolyásolásnak ez az egyik leg, uh, legerősebb alapja, mert hogy aki hozzánk hasonló, azt kedveljük. Igen, mondjuk ebből kimondottan jó vitáim szoktak lenni párommal is, illetve egy közös ismerőssel is volt múltkor egy érdekes beszélgetésünk, mert ugye tételezzük fel, hogy nem ötcsillagosan helyes írásom, de azért mégiscsak kockák vagyunk, arra van ugye a Google, arra van a Microsoft Word, az összes nyelvtani javító eszköz, ami csak létezik az univerzumban, hogy megfelelő kopit írjunk. De én például, és ez most szánt szándékkal szoktam elkövetni, hogy direkt hagyok időről időre például helyesírási hibákat. Ugye ismerjük, hogy a jó kis Facebook közösségek hogyan működnek, hogyha van egy helyesírási hiba, akkor valakinek azt szét kell cincálnia, tépnie minden szinten. De az az érdekessége, hogy de legalábbis én így tanultam még hosszú évekkel ezelőtt ezt a részét. pontosan ez, ez, ez az azonosulási képesség, hogy ha nem is okvetlen, eladni akarunk valamit, vagy, vagy bármi hasonló, de de maga, hogy eljutni az illetőhöz, ezt olyan mondta, akit akkoriban én még mai napig is egyébként az egyik titánomnak tartottam, hogy na az ő szeretném megütni majd egyszer. És pontosan, és pontosan, ez volt az a része, hogy amikor mondjuk tétezzük fel a vp súlira, jönne valaki tanulni, és azt mondja, fú, ez neki túl izé, úgy fog beszélni, mint a stb. stb. De akkor ott van egy, -egy nyelvtani hiba, amikor teljesen konyha beszélek, és itt a stb. Tehát lesülyeszteni egy olyan alap szintre a kommunikációt is akár, hogy szánt szándékkal nem használunk éjjel-nappal technikai kifejezéseket, hiba, uh, ugye kimondottan egy egyik legegyszerűbb példája erre, hogy engedjük az embert azt hinni, hogy mi egy szinten vagyunk tudásban. És most ezt ugye könnyen félrethető, hogy egy szinten vagyunk, tehát egy szinten vagyunk tudásban. Tehát én is követek el hibákat, maximum jobban szok weblapot építeni, mint ő, egyelőre. Ő lehet, hogy jobban tud helyesen írni, és pont emiatt azt hiszi, hogy akkor hoppá, ugye van egy mérleg, és akkor már, hogy kezdünk ugye bilizni, és akkor hoppá, meg vagyunk félúton, már egy szinten tudunk gondolkozni, és sokkal nagyobb örömmel és motivációval neki megy, hogy izé, jó van, nem lesz itt gáz, simán meg lehet oldani. Remek. És neki megy, és jobban élvezi, mert képes azonosulni, hogy egy szinten vagyunk, mind a kettőnek tanulnia kell valamit az életben. Én például, én például ilyen kis bakikat szoktam a mai napig elengedni, és ugye amikor olyannal vitatkozol, akinek meg az a legfontosabb, hogy már pedig, hogyha csináljuk, akkor jól csináljuk, és így tovább. És egyébként, tehát igaz hogyha van lehetőségünk nyelvtanilag helyesen írni, akkor egyébként tényleg igazuk van a hölgyeknek, helyesen kellett volna írnom, de ugyanakkor, hogyha a tanulóimról beszélek, akkor nekem ugye az a fontos, hogy a tanulóim jól érezzék magukat. Nem okvetlen egy nagy piros gombot keressenek, mert én azt gondoltam, hogy ők azt fogják használni, hanem egyáltalán eljussanak odáig, hogy majd valamikor az orruk elé kerüljön az a piros gomb. Például. Így hirtelen egy a... kis Saját példa erre a témára. De szerintem így, hogy már beszéltünk azért jó néhány elméleti részéről, milyen olyan, ez tudja, hogy rosszul lesz, tippek, vagy milyen olyan úton kezdjünk el, mondjuk tétezzük fel, weblapot szeretnénk építeni, mondjuk mi kell ahhoz, hogy kitűnjünk a közegből. Mert itt ugye beszéltünk már sok elméleti részről, kicsit próbáljunk meg valami praktikus példát összeszedni a nézők, hallgatók, mert ugye ez podcast formájában is kint lesz majd, hogy uh -huh. mi, mik azok azok a pontok, amikre úgy, úgy, érdemes odafigyelni mondjuk az elén, vagy legalábbis ízben tartani. A kérdés kiváló. Szerintem a legegyszerűbb dolog egy, egy viselkedés csúszdának nevezett cucc. Hogyha ezt megismered, akkor így kb mindent meg fogsz tudni oldani, minden plusz egy dolgot meg fogsz tudni oldani. És ez egy brutálisan egyszerű koncepció, és a viselkedés tudományok, illetve a befolyásolás és a embereket rávegyünk dolgokra típusú műveleteknek, kb. mindegyiknek ez az alapja, ez a viselkedés csúzda, és képzeld el, hogy kimész egy játszótérre, ahol ott van egy csúzda, és a te egy egy gyerek, legyen a neve Béla. Béluska, mert hogy kisgyerek. És látod, hogy ott üldögél, üldögél fészkelődik a, a tetején, és nem indul el. Úgyhogy oda megy hozzá az anyukája, és azt mondja a gyerkősznek, hogy víruska csúszál le! És víruska veszi a bátorságot, és lecsúszik. És itt igazából három dolog történik. Az egyik, hogy anyuka oda megy hozzá, és mond neki valamit, hogy mit kell csinálni. Vagyis jön egy külső információ, ami megmondja, hogy mit kell csinálnom, hívjuk ezt mondjuk trigger információnak, vagy ilyen kiváltó oknak, tök mindegy, mi a neve, én általában triggernek szoktam hívni, és e, ha csipog a laptopom, hogy kaptam egy e-mailt, az egy trigger, hogy el kell olvasnom, hogyha csörög a telefonom, hogy vegyem föl, ugye akkor a telefon csörgés, a trigger, a cselekvése, a kíván cselekvés, amit el kell végeznem a telefon felvétele, hogy kiderüljön, hogy kihív például, és nagyon gyakran azt hiszik, hogy ha egyébként így mindent megcsinálunk, akkor így hátradőlünk, és akkor madács jár a fejünkben, hogy elkészült a nagymű, igen, a gép forog, az alkotó pihen, és akkor dől a della mindenhova, de hogy ez így nem igaz. Tehát, hogy az emberek igenis szeretik, hogyha megmondják nekik, hogy mit csináljanak. És mondhatjuk úgy is, csak hogy digitális környezetbe helyezzük, vagy digitális termékek kontextusába helyezzük ezt az egészet, hogy ha felkerülsz bármilyen honlap, bármilyen oldalára, vagy bármilyen applikáció bármelyik képernyőjére, akkor igazából tudnod kell, hogy hol vagy, mit lehet itt csinálni, és hogyan tudsz tovább menni. És ezek mind-mind olyan információk, amikhez kellenek ilyen, ilyen triggerek, mert hogyha vannak, vannak ilyen külső információk, amik megmondják, hogy mit kell csinálni, akkor ugye nem nő benned a stressz, hogy akár fogalmam sincs, is mit csináljak. Ez a stressz egyébként szerintem tök természetes, hogyha mondjuk elején tartunk valamilyen folyamatok a betanulás fázisában. Nyilván, hogyha okosan megtervezed a betanulás, vagy ezt az onboarding fázist, akkor ezt a stresszt már az elején is tök jól lehet kezelni. De hogy ez az első pont a háromból egy viselkedéssel kapcsolatos jelenség, hogyha valakit rá akarsz venni valamire, akkor egyértelműen meg kell neki mondani, hogy Béla, ezt csináld most, vagy x időben amikor éppen kényelmes, de Béla ezt csináld, most kell egy trigger. És az, hogyha Béla elindul, ugye a trigger kell ahhoz, hogy elinduljon, vagy elkezdje az adott cselekvést, Azt, hogy milyen gyorsan íri el a csúszda alját, vagyis hogy milyen, idézőjelben mondom, hogy gyorsan, milyen tempóval csinálja meg az adott cselekvést, amit elvárunk tőle, például a vásárlásig hogyan és mennyi idő alatt jut el. Kettő tényező befolyásolja az egyik, a csúszda esetében nyilván a gravitáció, ez a mi lefelé húzó és gyorsítja. Viselkedéssel kapcsolatos környezetben általában ez a motiváció, hogy mennyire vágyunk az adott termékre vagy szolgáltatásra. Szerintem érdemes majd ezt később még boncolgatni, mert hogy ezért meg a marketing szövegíró ismerőseim tépnék le a fejemet, hogy de hát nem a termékre vágyik az ember. Tom Kemi mondta, viszonylag sok embert fogok úgy tűnik ma emlegetni, ő mondta azt, hogy ha trágyát árulsz, akkor beszélj a szép zöld gyepről és szerintem ez tök fontos ebből a szempontból, csak hogy a motivációt elhelyezünk Abszolút. valahol. Szóval a trigger miatt elindulunk, a motiváció gyorsít minket, ugye minél nagyobb a motiváció, annál biztosabb, hogy elvégezzük az adott cselekvést, viszont a csúzda súrlódik a kisgyerek fenekével, a súrlódás pedig lassít minket, és átvitt értelemben súrlódás lehet minden, ami lassítja, azt, hogy én eljussak a következő lépésekre, vagy a következő képernyőkre. És ez lehet az, hogy fizikailag nehéz valamit megtennem, mert hogy, mit tudom én, nem digitális termékekről beszélve, de hogyha el kell mennem mondjuk boltba valamilyen speciális termékért, mert fogalma sincs, gluténmentes keszadíjat akarok csinálni, akkor azt nem lehet minden boltban kapni. Illetve, hogyha magamnak akarok sütni, akkor ugye keresnem kell valami gluténmentes lisztet hogy ezt meg tudjam csinálni, de hát, hogy így esik az eső, meg hogy így kedvem se nagyon van, ugye már a motiváció eleve bezuhan. És egyébként, hogyha nekem innen el kell mennem a boltba, és nincs a fenekem alatt kocsi, és a város másik végére kell mennem, hát ez fizikailag azért megterhelő. Lássuk be. De az is előfordulhat, hogy valami mentálisan megterhelő, nem értem, hogy mit kell csinálni. Milyen gyakran előfordul, hogy ilyen kilométeres bekezdésekben írják le, zárójelben mondom, kormányzati honlapok, nem tőlem hallották, de hogy hányszor előfordul, hogy nem értjük, hogy mit kell csinálni. És ott van, le van írva, elolvasom, és bakker, én vagyok a hülye. Hát nehogy már én legyek a hülye, és mi történik ilyenkor? Bezár. Ennyi. Az is előfordulhat, hogy valami túl sok ideig tart, hogy megcsináljam. Az is előfordulhat, hogy valami túl drága, hogy megcsináljam. Ez mind-mind Az is előfordulhat, hogy félek attól, hogy mit szólnak a barátaim ha megtudják, hogy én megcsináltam, például rendeltem valami terméket, vagy kiderül, hogy mit tudom én iskolába járok. Socially awkward. Sőt, az is előfordulhat, hogy hát nincs -e rutinom az adott cselekvésben. Tehát az, hogy végig egy honlapot, az abban azért egy viszonylag rutinosak az emberek, hogyha nem ilyen 80 pluszos közönségről beszélgetünk, de hogyha valakinek azt mondom, hogy hát figyú, Béla építeni kéne egy atomreaktort, lehet, hogy arra is sokan azt mondják, hogy hát akkor kezdjük a biciklitárolóval, mert hogy ők így annyira még nem építettek ilyen atomreaktort papíron se. Ugye én könnyen mondok ilyen hülye példákat, mert hogy begyészmérnök vagyok eredetileg, de, de azért lássuk be, hogy van egy csomó ilyen súrlódási pontunk, és igazából, hogyha ezt a három dolgot végig gondolod, minden folyamatod, minden lépésénél, és ez tök fontos, minden folyamat, minden lépésénél, hogy hogyan szólsz Bélának, hogy menjen tovább, mi a motivációja, hogyan tudod növelni a motivációját, és hogyan tudod csökkenteni a súrlódást, akkor igazából ennyit kell csinálnod a végén, hátra dőlsz és dől Viszont erre a három tényezőre tényleg marha sok figyelmet kell fordítanod. Tök érdekes kis extra példa egyébként pont a súrlódások kérdésében, hogy néha van azért a lehetetlen kategória, és mégis azért végig rajta az emberek. Tény. Olyan üzeneteket szoktam néha kapni, hogy beszéljek gyorsabban, beszéljek lassabban, beszéljek érthetőbben, beszéljek így, beszéljek úgy, vagy esetleg, hogy az a gombot nincs ott. De úgy, hogy természetesen nem követte az előző pontokat, ezt hozzá kell tenni, de az a gomb miért nincsen ott. És ilyenkor ez a... Hmm, amikor már pontról pontra le van írva minden, és el van mondva, akkor, akkor az már... Én néha lehetetlennek érzem a helyzetet, legalábbis egy ilyen szituációban, hogy igazándiból nem tudok ott mit, mit kezdeni velük. De mégis, a végére mennek, mégis van egy sikerélményük azért egy bizonyos idő után. Csak akkor ugye még ott a customernek is, te vagy, bocsánat, a vevőnek is van egy, még az ő részéről is, hogy neki is, hogy mik vannak. Tehát egyrészt, hogy mi, mire tudunk gondolni, másrészt, meg uh -huh. még on is, hogy mennyi minden extra ott van. Tehát hiába figyelünk oda az éghajlatban mindenre. Sőt, meg van az atomreaktorhoz, megvan a tervrajz, megvan a hozzávaló, megvan a segítség, aki majd ugye tudja és ezt csinálni rendesen. De mi személy szerint úgy vagyunk, hogy tényleg áh, esik az eső. <laughs> és kész. Ja. És egyébként az is tök igaz, meg ez is egy tervezési szempont, hogy ha valaki nagyon akar valamit, de nem nagyon ért hozzá, akkor is meg fogja csinálni, és ez fordítva is igaz, hogyha semmiket nem nincsen hozzá, de, túl, de nagyon egyszerű szemetet levinni akkor is meg fogjuk tudni csinálni. És igazából a, a, a nagy kérdés mindig az, hogy e, miből van nekem kevés a motivációmból, vagy a, vagy a úgymond a képességemből, tehát hogy nehezebb a feladat, mint amit meg tudok csinálni. És akkor itt nyilván el lehetne menni a flow elmélet felé is, hogy az optimális terhelés, e, meg a, a, az optimális pozitív öröm élmény, amikor tudod csak így mész a határidő mellett el jó hangosan sűvítve. Szóval egy csomó mindent még hozzá lehetne ehhez kötni, de igazából ez a, a, a fontos kérdés gyakorlati szempontból, hogy miből szenved hiányt az én felhasználom ennél a pontnál. Nincs elég motivációja, hogy tovább menjen, vagy túl nehéz számára a feladat? És igazából ezeket kell végig gondolni minden lépésnél, ahol így lemorzsolódnak az emberek, mert ugye mérünk mindent, ugye mérünk mindent. Mert hogy ahol így nagyon bezuhannak a számok, ott valami nem jó. <kül> ja. Igen. Egyébként ö, tipikus városi legenda, vagy sem, ez is egy ilyen kis apró optimalizálási lehetőség, hogy például milyen színeket használunk. Oh, azért val valamilyen szintig persze, biztosan jó, csak akkor ugye témánként is változik, hogy valóban illik-e oda az a szín. Az az ember az valójában olyan kulturális környezetben nőtt fel, hogy azt a szint annak fogja vélni esetlegesen, és tovább. Mert azért láttam különbséget például hazai piac, és idézőjeles nyugati piac között is, hogy nem okvetlen volt ugyanaz a reakció, mert ugye teljesen más a, a megszokott környezetünk, máshogy vagyunk nevelve bizonyos dolgokra, tehát például mondjuk egy, egy, mondjuk menjünk egy kicsit vontkoztossunk el a webtől, általában például Angliában kimondottan kedvelték a közép- és kelet-európai dolgozókat, miért? Mert ugye belénk van nevelve, hogy vagy dolgozunk, vagy zacskos leves jobbik esetben. És ez egészen általában addig szokott tartani, amíg ugye az ember föl nem veszi az angol ritmust, és rájön, hogy a másik ugyanazt a pénzt kapja, mint ő, de fele annyit dolgozik érte, akkor valami nem teljesen kóser. És ez ugyanúgy visszafelé is néha érdekes, hogy amikor valaki hazaköltözik, egyébként saját magamon is láttam hasonló jeleket, és hozzá vagy szokva egy valamilyen típusú környezethez, hogy valahogy kellene működni a dolgoknak, mert ugye működik úgy, és tök egyszerű lenne megcsinálni, miért nem működik úgy? Egyszerű. Máshogy vagyunk felnevelve. De utána, hogyha elmész valóban, ugye én kb. 12 évet éltem kint, ugye ahogyan szokták mondani például, amikor mész valahova nyaralni, és mondjuk több hónapra mennél el, mondjuk a nyaralás az kicsit durva hozzá, de tényleg három 3-4 hónapra kimész valahova, ugye aklimatizálódik az ember hozzászoksz a helyi időjárási környezetekhez. És ugyanez, hogy, hogy, a viselkedésben is olyan gyönyörű szépen mozog az ember ezek a dolgokkal, vagy például egy a tipikusan digitális nomádok, hogy ilyen nap, hogy online vagyunk, utazunk, stb., az megint egy teljesen más kultúráis, egy teljesen más gondolkodásmódot hoz magával. Milyen érdekes, hogy nekik is akárhányszor, tehát ugye ez, ez a, ezért is mondtam, hogy ilyen városi legenda kategóriák tartozik most már jó formán, mégis az internet tele van cikkekkel, hogy a piros az ezt fogja jelenteni, a zöld pedig ezt fogja jelenteni, és az Tök igaz, és ez brutálisan káros. Szerintem. Igen. És azért azért mondom, hogy káros nem azért, mert nem igaz. Azért tartom károsnak, mert elmondják, hogy ezt használd, és nem mondják el, hogy hogyan miért, nem mondják el, hogy miért működik, és hogyan érdemes használni. Tök ugyanaz, a, a szituáció, hogy m, bíruskába belenevelték, hogy a visszaszámláló az ilyen countdown timerek mekkora. E, e, nyomást tudnak helyezni az érdeklődőkre egy vásárlásnál, egy landing oldalon, már csak két órád van megvenni ezt az adott terméket, és soha többé nem lesz elérhető az univerzumban. Béruska implementálja a csodálatos Elementor próban felépített oldalába ezt a widgetet, és akkor örömködik, hogy megtolta két százalékkal a konverzióját, ami hát meg 300 százalékos, úristen, a nyelvtan tanárom agyonverne, ezért sokaktól kapnék ma. Szóval, hogy meg megháromszoroztak a a konverzióját, és akkor így pukkant egy pesgőt, másnap egy másik ügyfelénél berak egy ugyanilyen visszaszámlálót, meg a feléire esik a konverzió, és akkor így ő, hogy bakker, nem kellett volna ezt a pesgőt elpukkantani, és így nem, nem érti, hogy miért van. És szerintem az ilyen színek pszichológiája, meg az összes ilyen cuccal ez a helyzet, hogy így elmagyarázzák, hogy ja, ez van, meg a, a ide használt, meg a kéket üzleti szín, meg a piros, a szenvedélyes izé, azt csal, és akkor menjél Isten hírével, keresél magadnak valami színkombinációt a coolors.com, vagy nem tudom, valami, és akkor az ember így áll, hogy ja, ezt így elolvastam, meg tudom, hogy ezt így lehet használni, de hogy hát jó, hát nézzük meg, hogy mi lesz belőle, és igazából nem, nem azért használja, mert tudja, hogy mi és hogyan működik, és azért brutálisan fontos, amit, a, amit mondtál, hogy kontextus függőnek kellene tekinteni mindent nálunk, már legalábbis az én munkámban, az ilyen viselkedés tervezéses behavior design dolgokban, én azt szoktam mondani, hogy az, amit te mint terméket, az ebből a szempontból tartalom. Mert hogy adsz valamit, és ez a tartalom lehet, hogy egy landing oldal, egy webshop, egy blogbejegyzés, több mindegy, egy e-book, e teljesen mindegy ebből a szempontból. Te adsz valamilyen tartalmat, és nyilván ez egy ilyen természetes dolog, hogy ezt jó tartalomként akarjuk odaadni, legalábbis, hogyha nem átverősre hozzuk a figurát, de hogy ahol a tartalom a király, ott a kontextus az Isten. És ezt szerintem brutál fontos lenne egyrészt megérteni, másrészt meg szem előtt tartani, mert hogy, ahogy te is mondtad, aki Magyarországon így érzi magát, kimegy külföldre, ott tök más kép kell szemlélnie a világot. És ez sokkal kisebb léptékben is működik, nem mindegy, hogy egy weboldalt úgy rakok össze, hogy 16-20 évesek fogják használni, és gördeszkával közlekednek, vagy éppen a, a, 70 pluszos nagymamáknak szeretnék valamit értékesíteni, preferáltan nem gördeszkát. És egyébként az ilyen apró különbségeken is elcsúszhat a dolog, és rengeteg-rengeteg ilyen gondolkodási furcsaság nevezzük jelenségnek, gondolkodási jelenség kapcsolódik ezekhez a, ezekhez a kontextusbeli változtatásokhoz. Tipikus példa, amit mondtál, hogy így hozzászokunk a jóhoz nagyon könnyen. Ugye nem véletlen az, hogy nincsen 15.-18. havi fizetés, vagy éppen nyugdíj. Egy, szerintem egy nagyon rossz irányba vinnél egyébként a, a gazdaságot. Ez az egyik oka, tehát hogy logikailag nem fenntartható, pénzügyileg nem fenntartható, mert elinflálódik, tehát elfogy a pénz. Ez az egyik oka. A másik pedig az, hogy aki elmegy egy céghez dolgozni, csak hogy a fizetésnél maradjunk, aki elmegy egy céghez dolgozni, megkapja a karácsonyi első bónuszt, wow, mekkora király vagyok, meg mekkora király a cég, hogy adott nekem egy ilyet, az jövőre már elvárja. És ez nem, ez nem jellem hiba. Ebből a szempontból félreértés ne essék, egyszerűen hozzászokunk a jóhoz, ennek van tudományos neve, az, hogy hedonikus adaptáció, és ezzel igazából elinfláljuk az ilyen külső jutalmakat, mert ugye a fizetés ebből a szempontból egy külső jutalom, hogy valaki ad valamit, ezért megcsinálok valamit. Így is lehet motiválni embereket, és ezzel egyébként nincsen semmi baj. Nyilván ezt a motivációs struktúrát kell végig gondolni, hogy mivel, hogyan, mennyiért lehet motiválni másokat, és uh, ja, ez a kontextus ebből a szempontból tök fontos, és mivel nem magyarázzák el, hogy ezek a viselkedésre ható dolgok miért működnek, de legalábbis, hogy hogyan működnek, ez lenne fontos inkább szerintem először elmagyarázni, hogy hogyan működnek, mert akkor nem azért használják, mert a gurú azt mondta, hanem azért, mert tudom, hogy itt most időnyomást kellene alkalmazni, mert az emberek szeretik hallgatni a vásárlási döntéseket. Igen. Um kimondtad, amit egyébként pont mondani is akartam a végén, miután végeztél a gondolatoddal, hogy nagyon-nagyon gyönyörűen megfigyelhető volt, hogy az emberek nagyon könnyen beleszoknak abba, hogy van, és például szoktak ilyen viccek is lenni általában annak, aki ugye hazalátogat, hogy kimegy valaki, mint tényleg egy lyukas zsebbel, visszajön a tíz éves BMW-vel, fullosan az, a tényleg az ekkora adidas lógos melegítőbe mindenbe, itthon ugye úgy tűnik, mintha lenne pénze, majd visszamegy, és zacskós levesen él, mert azért úgy teljesen mások a megehetési különbségek, de ezt szoktuk úgy becézgetni, hogy megszagolta a pénzt. És ugye előtte nem volt, tehát nem tudta, hogy hogy kell kezelni azt, hogyha hirtelen van, és az pontosan ugyanez, hogy ugye az edukáció egy picikét, hogy most mi és miért történik, és tök érdekes, hogy amiről mi most itt beszélgetünk, az az élet szinte minden egyes aspektusára vonatkozik. Tehát a párkapcsolatoktól, a webdesignig, mindenhol ugyanazok a játékszabályok egy az egyben érvényesek. Ha nem tudjuk, hogy mi miért történik, egyszerűen lehetetlen feltételezni, hogy tudjuk, hogy valójában hogy is fog majd az a szerencsétlen látogató dönteni. És ugye pont ez is lenne a következő dolog, amit szeretnék kérdezni. Ugye az elén beszélgettünk, vagy legalábbis az elén ugye úgy lett említve, hogy a mondjuk, hogy a tökéletlen döntések. Szerintem egy picikét beszélgessünk erről az aspektusáról dolgunk, mert most ugye azért beszéltük a logikus részét, hogy valahogy kicsit bontsuk ki ezt a tökéletlen döntés fogalmát. Um... Szerintem két részre érdemes ezt szedni, hogy mi az, amit tökéletlen döntésnek nevezünk, illetve miért hozunk tökéletlen döntéseket. Nyilván nem jó szándékból. A tökéletlen döntés az, amikor nem a hasznosságfüggvény maximumával egyenértékű eredményt választom. Mondja erre talán a, a haszonelvű közgazdaságtan. Ugye ez volt egy 300 éves kisiklása a, a közgazdaságtannak, hogy azt hitte, hogy az ember mindig a lehető legjobb választásokat hozza. És emiatt nagyon sokan azt hitték, hogy ha az összes lehetőség, lehetőséget így oda tesszük az ember elé, akkor ő így szétnéz, elgondolkodik, és a lehet, számára legjobb megoldást kiválasztja. De hogy ez így nem igaz. Tehát, hogy a, egy csomó tökéletlen döntést hozunk, ennek három oka van egyébként, de tökéletlen döntés az, hogyha a, a, a szuperfunkciókkal rendelkező applikációdat nem használom. Tökéletlen döntés az, hogyha felmegyek a weboldaladra, de nem vásárolok. Amikor te így azt hiszed, hogy egyébként minden feltétel adott ahhoz, hogy én jó döntést hozzak, mégse hozom meg. És ebből a szempontból jó döntés az, például, hogy használok egy applikációt, hogy vásárolok tőled valamit. Értsük ez alatt, ezt a jó döntés alatt. És ez a, ez a, a félreértés igazából három dologból adódik, mert hogy tökéletes döntést akkor tudunk hozni elméletben, hogyha végtelen mennyiségű időnk van, tehát hogy van bőven időnk átgondolni a lehetőségeinket és a, a helyzetet. Minden információ rendelkezésünkre áll a tökéletes döntés meghozásához, és pontosan tudjuk, hogy mit akarunk. Hát nem tudom, te hogy vagy vele, de nekem általában nagyon gyorsan kell döntéseket hoznom, mert hogy ilyen a világ jellemzően. Eh, azt se tudom, hogy milyen információt nem tudok. Ezt mondjuk így érdemes bevallani magunknak, mert hogy ezzel mindannyian így vagyunk. A jóhari ablakra érdemes ránézni, ha valaki önfejlesztésben szeretne utazni. Eh, és a harmadik dolog, hogy nem mindig tudjuk, hogy mi az, amire egyébként vágyunk nálam, egy pillanatra elment a kamera, de szerintem vissza fog majd állni a helyére. Hát, hmm, ha nem, akkor... Igen, eddig már egyszer-kétszer megokat egy picit, majd addig megmutatsz egy ilyen trigger fingert. <laughs> Oké, okay. na mindegy, előbb-utóbb úgyis helyre áll. Ja, úgyhogy igazából ez a, ez a három trükkje van ennek a helyzetnek, mert hogy eh, nincs nincsen mindig elég időnk nincsen a birtokunkban az összes információ, és nem mindig tudjuk, hogy mit akarunk, emiatt hozunk rengeteg tökéletlen döntést. És ezzel nem is mindig vagyunk tisztában, mert azt hisszük, hogy, eh, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk meg, ez, ez nem igaz. És azért nem veszük ezt észre, mert az agyunk nyilván próbál segíteni, hogy ezt eh, hogy ezt a lehető legjobban kezeljük, vagy a lehető legjobb döntéseket hozzuk meg. Szerintem a webkamerát, hogyha tudod, fent a kis mikrofonikon mellett egy on valamit nyomjunk hát, ha visszajössz, csak úgy látható is legyen. Aha, ez már kétszer megtörtént. Ó, nyilván. Amíg próbálkozol, addig gyorsan egy kis apró poént vagy információt azért így bedobok. Még tavaly hallottam egy kisebb kutatás eredményéről, miszerint a jelenlegi szokásainknak köszönhető, vagy legalábbis a jelenlegi applikációk, amiket használunk, és így amikre ugye szépen lassan belenevelődünk, így idővel, ezeknek az egyik mellékhatása, hogy az ember figyelme Ugye, hogyha gyors döntést kell tudni hozni, igen, csak hogy az az idő, ami rendelkezésünkre tök érdekes, hogy az ember nem is fogja fel, hogy a kutatás szerint most már az ember figyelmi ideje, tehát az a konkrét koncentrációs idő már kevesebb, mint egy aranyhalé. Tehát konkrétan 6-9 másodpercen belül vége. Már is felítettük, hogy miért vagyunk ott. <laughs> igen, hát ez egy tök érdekes jelenség, és ez egyébként a ahogy haladunk előre az időben, ez, ez, így csökkent le. nem véletlenül kezdték el 1986 környékén a TED előadásokat 18 percben maximálni. Nem tudunk 18 percig egy dologra figyelni. Legalábbis nagyon-nagyon ideális körülményeknek kell lennie ahhoz, hogy 18 percig egy vagy hosszabb ideig egy dologra tudjunk figyelni, és hát, ja, túl sok információval találkozunk, és valahogy el kell kezdenünk ezt szűrni. És akkor, bocsánat, hogy megállítalak, de akkor maradjunk ennél a gondolatnál csak egy pillantásnyi energiára. Ha még itt vagy, még mindig nézed és hallgatod ezt a műsort, akkor kérlek, hagyja a videó alatt mindenképpen egy kommentet, hogy még itt vagy, és hogy tényleg hasznosnak találod. Ez csak egy egyszerű kis tesztként próbáljuk ki, hogy mi lesz a végeredménye. Vagy nyugodtan írd be kommentbe, hogy hashtag láma. Meglátjuk, hogy ki mennyire bátor. Ja, szóval ez az egyik legnagyobb gondolkodási problémánk. Én úgy szoktam hívni ezt a négy ilyen problémánkon egyébként, hogy a gondolkodási apokalipszis négy lovasa. Mert hogy van négy olyan nagy probléma, amiben az agyunk próbál segíteni, de nem mindig megy szegénynek. És ezt mi nem veszük észre, emiatt pedig hát mondjuk úgy, hogy suboptimális döntéseket hozunk. És ez az első, egyébként, amivel találkozunk, hogy brutálisan sok információ jön szembe, és ebből valahogy ki kell válogatnunk azt, ami valószínűleg fontos lesz számunkra. De hogy ez nem mindig sikerül. <laughs> és ez a, ez a too much information az egyik legelső probléma, amivel találkozunk. Hát most képzeld el, hogy egy ember egy nap 35 ezer döntést hoz. Ez óránként 2000-et jelent. Mondjuk egy ilyen 15-16 órás ébrenlét alatt, vagy bő 16 órás ébrenlét alatt, és biztos tehetsz benne, hogy az órában a kétezredik lesz a te szarod, amiről döntenem kell. Tehát az, hogy megvegyem-e, vagy megnyissam-e. És hogyha ha ezzel nem vagy tisztában, hogy én egyébként előtted már meghoztam közel 2000 döntést, vagy akár még többet, az utóbbi egy órában, nem a teljes napról beszélgetünk, az utóbbi egy órában, akkor esélyed sincs arra, hogy nem csak, hogy megfogd, de meg is tartsd a figyelmem, és aztán segíts nekem dönteni. Mert az, az is megérne egyébként egy külön beszélgetést, hogy, Mennyire nem tudunk dönteni, illetve mennyire, mennyire nehezen hozzuk meg a döntéseket, Tök mindegy, hogy jót vagy rosszat ebből a szempontból. De, de próbálunk válogatni, az agyunk próbál segíteni információt válogatni, de hogy nem nagyon megy neki. És ilyen ökölszabályok alapján próbál válogatni, hogy ami kiugrik a tömegből, információ az biztos fontos, ezért kell villognia a gomboknak, meg ezért kell rikító színűnek lennie ezért mondják ezt a, a grafikusok, meg a marketingesek, meg a, a 300 szavas blogposztok, csak ugye azt nem mondják el, hogy ez azért van, mert. És hogyha ezeket így mellé tennék, akkor sokkal értékesebb lenne, és sokkal boldogabb lenne a világ, mert hogy így igazából, azzal, hogy én mások viselkedését tervezem meg, vagy segítek neked, mint e, vállalkozás tulajdonosnak vagy vállalkozónak, megtervezni a te vásárlóid viselkedését, így valójában, nekik segítek azzal, hogy jobb döntéseket tudjanak hozni. És ez nyilván egy win-win-win helyzet, mert hogy neked is jó üzletmenet szempontjából, nekik is jó, mert tényleg olyan terméket vagy szolgáltatást vesznek, amire szükségük van, amit fognak tudni használni, és itt tovább, és itt tovább. És valójában az, hogy viselkedést tervezünk, az egy ilyen, hát, trükkös kifejezés, mert hogy az ember viselkedésére így direktben nem nagyon tudsz hatni viszont magát a döntési helyzetet, a kontextust azt meg tudott tervezni, pusztán olyan apróságokkal, hogy más információt teszek előtérbe. Vagy az egyik kedvenc példám az az, hogy a néhány évvel, sőt már évtizeddel ezelőtt a, a, az, amerikai, az egyik amerikai államban egy ilyen általános iskolai hálózatnak a, a menzáira új vezető, került, egy, egy, új hölgy került a, a menzavezetésre, és azon gondolkodott, hogy hát neki nincsen nagyon arra pénze, már hogy mint szervezett vezetőnek, nem nagyon van arra pénze, hogy mindenféle programokat indítson, hogy a, a egészségesebben étkezzenek. Hogyan lehetne e, nagyon alacsony költséggel, pusztán a meglévő eszközeivel megoldani, hogy egy picit egészségesebben étkezzenek, például a sült helyett az ebédhez e, almát vegyenek le, a polcot, tehát ilyen dolgokra kell gondolni, és ezt a meglévő eszközökkel és lehetőségekkel, lehetőleg nulla forint ráfordítással, dollár, nulla dollár ráfordítással megoldani, és azzal kezdett el játszani, ugye egy csomó lehetősége volt egyébként, mert hogy több menzát is irányított így, kvázi, és azzal a el játszani, hogy milyen ételt rak a sor elejére. és pusztán azzal, hogy a, az ilyen egészségesebb cuccokat pakolta az elejére, és a sült krumplit a végére 25%-kal csökkentette a sült krumpli fogyasztást. Pusztán azzal, hogy más sorrendbe tette a választási lehetőségeket. Nulla dollárba kerül minden. Tehát, hogy nem korlátozta le, hogy figyelj, te nem ehetsz sült krumplit, mert dagat vagy. Tehát ezt senkinek nem mondta, senkinek nem is gondolta. Nem mondta azt, hogy hát figyelj, te vagy ma a 30 akinek már nem jut. Ez vagy az nem volt korlátozás rendszerben, pusztán átvariálta ezeket a, lehetőségeket, és ilyen egyszerű döntési helyzet tervezési módszerekkel hatni lehet mások viselkedésére, és ez pont azért van, mert egyébként, hát ne kelljen már gondolkodni, leveszem az elsőt, ami jön, és amit egyébként meg menni. Erre egyébként egy menet. másik ö, érdekes kis apró példa, csak hogy akkor mondjuk egy, egy maradjunk nagyon-nagyon közel, mondjuk a szünet tolkoknál, amikor még volt normális internet kapcsolatom, remélhetőleg lesz uh -huh. hamarosan újra, és live-ba tudtuk csinálni ezeket a műsorokat, akkor is például szánt szándékkal inkább ilyen 7 órás kezdésekkel csináltuk, nem azért, mert ki akartunk szúrni bárkivel az ég egy adta világon, uh -huh. hanem tényleg vége a napodnak, leteszed a lantot, most már nincs arra kapacitás, volt, hogy most munka szintű stílusban figyeljen valamire, hanem ahelyett, hogy mondjuk megnézzük a következő egyébként trash tévésorozatot, tiszteld a kivételnek, hogyha animét néztek, akkor minden rendben van, de <tosz> <tosz> tényleg ez a, ez a, leülünk, meghallgatjuk, megnézzük, és itt tovább, és ugyanígy, tehát nem véletlenül kezdtem el mostanában 4 és 5 óra környékén publikálni is a videóimat, lehet, hogy csak négy és fél perces, mint a legutolsó YouTube videóm, de akkor is nem reggel, amikor munkába indulsz, akkor osztom meg, és akkor gondolkozol egész nap, hogy vajon mi volt benne, mert lehet, hogy érdekes, lehet, hogy csak a barna mondta a hülyeségeit, hanem, hanem tényleg akkor megvan van adva a lehetőség, hogy úton hazafelé például hallgatod ezt, hogyha a Spotify-on a podcastot megtaláltad, vagy leülve, akkor akár vacsora mellett lehet nézni és hallgatni közben, vagy bármi hasonló, akár e-mailek nézegetése közben ugyanabb nap végén kényelmesen el lehetett lenni, hogy ugyanez, tehát hogy nem mindegy, hogy akár magát, a tartalmat, amikor megosztjuk, például, hogyha videókról van szó, vagy bármiről, akár egy e-mail kiküldése, ugye, tipikusan, az is, hogy úgy nagyjából mikor, mikor időzítünk, mikor szoktunk nagyjából e-maileket olvasni, esetleg ilyen típusú e-maileket mikor szoktunk olvasni. Olyan, olyan gyönyörű szépen le lehet tervezni, hogy, hogy na, tényleg egy tűhegyesen megmondani, hogy legalábbis ez kellene, hogy legyen a logikus választás. Aztán utána akkor visszatérünk oda, hogy valójában ez ja, jól hangzik, hogyha így logikus lett volna. Igen, de azért itt ne álljunk meg. <laughs> Szerintem én például azt szoktam csinálni, hogy egy hírlevelet kétszer küldök ki, ugyanazt ugyanazzal a tárcsorral. Mert hogy először kiküldöm a teljes listának, és aki nem nyitja meg, annak kimegy két nappal később, szó szerint ugyanaz. Mert hogy én honnan tudom, hogy ő miért nem nyitotta meg. Lehet, hogy mit tudom én, hogyha 7.58-kor küldöm ki reggel, akkor ő még éppen a, a gyereket löki be az eresz alatt, eres a küszöb alatt az oviba, vagy éppen a, mit, a meló helyére siet és ott áldogál a, tádogála, a a dukóban, nem tud odafigyelni, ez is súrlódás, tehát, hogy nem, nem tud fókuszálni, nincs rá ideje. Egy csomó minden történhet. Hát a karja a napi vihar, a feladatok, amivel foglalkoznia kell, és nyilván sűrgősebbek, fontosabbak, mint mondjuk ennek a gyökérnek az e-mailját küldött valamit, majd elolvasom legközelebb. És hát ki vagyok én, hogy megtagadjam tőle azt, hogy később emlékeztessem. Úgyhogy aki nem nyitja meg az első időzítés, ugye ezt szinte minden hírlevél szoftverben meg lehet csinálni, biztos vagyok benne, aki az első időzítést nem nyitja meg, azokat beteszi egy csomagba a, a, a mi hírlevélkörülő szoftverünk, és akkor neki kimegy még egyszer, két nappal és ugyanaz a tartalom, ugyanazzal a tárcsorral, és akkor így a, a legutóbbi levél, amit így kiküldtem, az 37 plusz 12 százalékos megnyitást ért el, ami szerintem azért így nem rossz. Én legalábbis boldog voltam tőle. Uh, de hogy <laughs> ezt egyszerűen <laughs> muszáj elmesélnem, mert hogy kapcsolódik a helyesírási hibás szához, és egyébként majd rájössz, hogy ismerni kell a célközönséget, de néha az sem elég ez a sztorinak a mondandója számomra. Írtam egy, egy nyilvános blogbejegyzést egy EAST nevű keretrendszerről, vagy módszerről. Az EAST angolul azt jelenti, hogy kelet, ha valaki nem beszélni a nyelvet, és... Kitaláltam, hogy az lesz a blogbejegyzés címe, ami a tárgy mezője is volt az e-mailnek, amit küldtem, hogy ezt kellett volna használnod, és nagybetűvel volt írva, hogy kellett. Gondoltam, én poénos leszek, mert hogy ez a, a márkámnak az egyik alapértéke, mint humor. És az volt a tárgy sor, hogy ezt kellett volna használnod, zárójelben ígérem, hogy ez lesz a mai e-mail leggyengébb pontja, és kével írva, hogy akkor, ha már úgy legyen kövér, és akkor két hülye szóvicet tegyünk bele a tárcsorba. És hát azért tudok, hogy 30 an leiratkoztak erről a, a, levelemről, de hogy körülbelül öt levelet kaptam, ahol megszólítás nélkül mindegyik, tehát hogy se Hello Ádám vagy te idióta, tehát hogy ilyen nem volt benne, de azt tehát így pirossal kiemelve, hogy kellett tötö, lemaradt egy té, így pirossal oda volt rajzolva, illetve a pontja, ki volt jelölve a t, benne, és akkor tényével oda volt írva, és akkor így visszaírtam, hogy igen, tudom, ez szándékos, elolvastad el egyébként a blog bejegyzést, aminek a második sorában ezt leírom, hogy ez így történik. Úgyhogy így első sem olvassák, hanem így, így volt bennük valami feszültség, vagy ilyen igazságérzet, vagy csak segíteni akartak, én nem tudom, de hogy ezt így instant, tehát hogy Szinte többen válaszoltak rá, mint egyébként egy hírlevélre szoktak. És hát volt egy volt egy kedves eh, hölgy, azóta leiratkozott, volt egy kedves hölgy, aki egyébként így ugyanígy kiemelte, hogy kellett helyet kellett, pontja helyett, pontja, eh, ó pontosság, ó, ez volt a, a mondat vége. Én meg leírtam meg ctrl c v vel ugyanazt, hogy egyébként elolvastad a blogbejegyzést, mert hogy azért tettem bele ezt a két hülye szóviccet a tárgymezőbe, hogy elolvassák az emberek is megnyissák magát az e-mailt, és a számok alapján ez egyébként így sikerült is. Ó, átgondoltság, ó, előretervezés, ó, ez volt a, a válaszom, ott egy kicsit elszakadnál a cérna. De hát így nem ide kivevő egyébként a, a huboromra, úgy tűnik, bármilyen fura és meglepő ez számomra. De hát látod, hogy vannak emberek, akik így reflexből azt hiszi az ember, hogy átad megnyitják, akkor már csak elolvassák, hogy egyébként egy darab, tehát hogy én szándékosan nem szoktam helyesírási hibát hagyni sehol, sőt, igyekszem figyelni rá, hogy ne legyen. Nem mondom, volt már olyan, hogy kimaradt egy konkrét szó egy mondatból egy landing oldalon, és egyébként írtak ismerősek, hogy figyelj, nincs befejezve a mondat. <laughs> és akkor mondtam, hogy ez szándékos. Uh, és, és, vannak, akik így észrevesznek valami hibát, és akkor egyből csinálnak valamit, amit te nem szeretnél, hogy csináljanak tehát nyilván én örülök neki, hogyha szólnak, hogy valamit hibáztam, de hogy nem az lett volna a lényeg, hanem az, hogy lekattintsák a blogbejegyzést belőle. És tök érdekes, mert hogy ugyanezt a, ugyanezt a tárcsolt, hogy ezt kellett volna használnod, ezt egy Facebook bejegyzés címeként is használtam, mert hogy a gamification-es csoportba kitettem, és ott, ott megértették a point. Nem tudom, hogy mindenki értette, de hogy ott jöttek alatta a kommentek, hogy hát azért ez egy kicsit így fájt délután. Úgyhogy lehet, hogy kontextusfüggő volt ez is, vagy csak éppen a negatív hangok voltak hangosabbak az e-mailben. Sose de ez egy, Ez szűrőnek egyébként hihetetlenül jó, és, és az az érdekes, hogy egy csipetnyi humor, egy csipetnyi személyiséget, hogyha beleviszünk például a közösségeknek a kezelésébe, hihetetlenül jó módon ki lehet szűrni azokat az elemeket, akik, mint említetted, oké, okay, belekötött egy címbe, úgyhogy valójában lényegében el sem olvasta rögtön a leges-leges legelején, sőt, még fel is volt hívva a figyelmük, hogy é, amúgy egy poén lesz. És nálam például, hogyha valaki jelentkezik ugye a WP Barkácsos csoportba, rögtön a legelső kérdés, és ez szánt szándékos poén, megígéred, hogy nem leszel undi-bundi a többi tag felé? Hát nem is emlékeztem. <laughs> és olyan nagyon-nagyon ritkán, tehát ezt hozzá kell tennem, hogy nagyon ritkán, de kapok olyan kommenteket, és itt akkor egyértelmű, nincsen beengedve, mert nem abba a közösségbe való illetőről beszélünk, nem érdekel, hogy mi a dolga, a közösség az azért közösség, mert nem cseszegetjük egymást. És voltak olyan durva kommentek, hogy már bocs, de ez a kérdés fel, kisipoljuk az agyamat, meg hogy lehet már ilyet kérdezni, meg mi az a kis komolytalanság, meg annak meg, is ez a... Pont ez volt a lényege. Ha egy csipetnyi humor nem fér bele az életedbe, akkor neked nincs helyed olyan emberek között, akik vállalkoznak, vagy vállalkozni szeretnének, vagy nyitott elmével szeretnének mozogni. A látásmódjuk az nem így hú, cső, hanem mondjuk szeretnék szélesebbé alkotni, és minél több információt befogadni, és esetleg segíteni egymásnak ugye a megszokott sztereotípiákkal szemben, ami szintén érdekes, mert a sztereotípiák is nagyon szépen változnak egyébként, hogyha másik környezetben van rakva az ember. Ezek ilyen kis érdekességek szintén, hogyha visszamegyünk ugye az Anglia-Magyarország példájára, ott is azért változik szépen az embernek a, a berögzött kis pontjai ezzel kapcsolatban, és közösségkezelésben ezek nagyon-nagyon jók. Uh, e-mailben egyébként nem szoktam ilyen poénokat megcsinálni, mint te, de lehet, hogy egyébként el fogom kezdeni én is csinálni. Például még az, aki esetleg nézi ezt a műsort, és emlékszik, akár egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, mostában nem nagyon használtam olyan szinten, sajnos, de majd lesz egy poén hamarosan egyik videómban ezzel kapcsolatban. Tehát még emlékszik, hogy kicsit túlhasználtam például az unikornis emoji-t. És hogyha volt egy olyan hír, vagy egy olyan valami, tehát tényleg ez a, ahhoz kellett legyen egy megfelelő tartom, mindig oda volt rakva a kávés pohár, az unikornis emoji, meg esetleg a napszöveges kis csávó, hogy ez most, ah, ez most valami tök király lesz, valami tök újdonság lesz, vagy valami hasonló. És azon is volt, aki besértődött. Nem okvetlen publikusan, de privátban kaptam érdekességeket a fejemhez, sőt, most, mikor ezt a videót vesszük föl, nemrég volt ugye kiadva az új Gutenberg alapú widget szerkesztő, ugye WordPresshez, hogy értesítés mielőtt még bárki tényleg szívrohamot kapna, merészeltem erre figyelemfelkeltő címet adni, nevezhetnénk clickbaitnek, hogyha a hétköznapi stílusban beszélünk, de egyébként nem volt clickbaites, mert ott volt konkrétan miről van szó, tehát hogyha valakit érdekel, 5 másodperc alatt tudja, hogy miről van szó. Ez egy négy és fél perces videó ráadásul, és az egyik bizonyos helyen, nem akarom megnevezni, egyébként ez egy old school fórum, kivondottan kellemes, hogy ezek még léteznek. Ott például valakinek teljesen elgurult a gyógyszere, hogy hogy merészeltem ilyen címet használni, hogy akkor most már a VP barkács, a hazai VP közösség bulvárja is valami komolyabb forrás kell. Hát sok sikert, de attól még nem lesz bulvár, hogy igaz a cím. Csak neked volt a trigger finger ott, amikor a billentyűzeten be kellett gépelni, hogy hát kis Ja, hát hogyha hogy jobbra vágysz, akkor van meg. Ennyi. Igen. Ja. Tehát szűrésnek a humor egyébként hihetetlenül jó. Hát hogyha egyébként önazonos, meg így alapértéked, akkor szerintem simán a Benyó hallottam egy tök jó javaslatot, ő egy ilyen világklasszis szintű marketinges szerintem a marketing szövegíró, és az egyik, az egyik képzésen, amin, amin, ő is tartott egy, egy előadást, ő mondta azt, hogy akkor tudsz jól szegmentálni például egy landing oldalra, vagyis a mindenféle ember fölmegy, de nem akarod, hogy mindenféle ember vásároljon tőled például, mert, hogy egyáltalán felmenjen, és akkor a hirdetést írod meg, tök mindegy. Úgy tudsz nagyon jól szegmentálni a szövege, hogy felteszel egy olyan kérdést, amit csak a célközönséget tud megválaszolni. És ennek alapján szerintem, hogyha ha sikerül megtalálnod egy olyan kommunikációs stílust, akkor az is tök jó tud ebből a szempontból támogatni. Pont ahogy nálad ez az undi-bundi kérdés, én például a hírlevelekben, hogyha a külső linket teszek be, például egy blogbejegyzésre mutató linket, és erről küldök ki egy e-mailt, hogy hello, írtam valami királyat, akkor van egy ilyen nagy piros gomb a, a hírleveleimben, és rá van írva, hogy nagy piros gomb. Csak hogy egyértelmű legyen ötödik elem egyébként. És bele, van írva, bele van írva az e-mailbe, hogyha el akarod olvasni a posztot, akkor kattints a nagy piros gombra és a, néhány évvel ezelőtt az egyik e, ilyen konferencián találkoztam egy e, ismerősömmel, aki egyébként fel van iratkozva a hírlevél listámra, és mondta, hogy hát ők ezt így lenyúlták, csak az őszínük a cégben a zöld. <laughs> mert hogy tökre megtetszett nekik egyrészt a, a, ez a geg, mert hogy lássuk be, hogy ez egyébként egy enélkül is lehetne érni, csak szerintem nem érdemes, de hogy egyébként meg így hozzászokik az ember, hogy ott van egy nagy piros gomb, ez kiugró szélientnek hívja ezt az angol, nem tudom, ezt jobban szembeötlőnek lehet talán fordítani, amikor így a sok információból megmutatod, hogy hopp, itt van valami nem sötét szürke szöveg, hanem valami piros, rikító piros cucc, beszéltünk erről az információ szűrésnél. De hogy az ilyeneket egy csomó helyen el lehet lőni, és például az e-mailekbe is bele lehet ezt tenni, nem csak egy honlapon lehet kiemelni dolgokat. Egyébként szerintem a következő e-mailben ezt, ezt ki fogom próbálni és megnézem, mert a megnyitási rátám egyébként nagyon-nagyon jó ahhoz képest, valószínűleg azért, mert nem küldök naponta e-maileket az embereknek, hanem örülök, hogyha két hetente egyszer. De a rákattintási, tehát konkrétan az adott linkre, amire nagyon jó lenne, hogyha arra kattintanak, arra kevesen kattintanak, úgyhogy ezt a nagy piros gombot, ezt most akkor én is le fogom nyúlni egy és visszajelzem, hogy mi Um, ugyanakkor most azért eléggé sok mindenről beszélgettünk, amit jó lenne, hogyha megfogalmaznánk egy, egy bizonyos témakör alatt, és ez pedig ugye nem más lenne, mint a behavior vagy behavioral design. Hogy erről Menjünk egy picikét megint ilyen kis szakszerűre, akkor kezdésképpen, hogy beszélgessünk erről, hogy ez, ez akkor mi ez igazándiból, tehát akkor így megfogalmazva, és hogy egy picikét így, így pontba szedve a gondolatainkat, hogy, hogy hogy lehet ezt használni, hogyan érdemes gondolkozni erről, és így tovább. Aha. E akkor lehet, hogy az lenne a, a logikus felépítése. Ennek, hogyha ha indulnánk onnan, hogyha mondjuk egy honlapot, websegot, mint egy valami digitális cuccot építesz magadnak, másoknak, akkor nyilván ezt így funkciókkal tele akarod tömni, hogy jól lehessen használni. És aztán, hogy ezt egyébként szeretnéd egy ilyen kellemes élménybe becsomagolni, hogy a felhasználó vagy a vásárló azt érezze, hogy na no, hát ez így tök egyszerű volt, értem, hogy működik, hogy okosnak érezze magát a felhasználó és kompetensnek, szerintem ez egy tök fontos szempont tervezésnél. Mert hogy, hát én nem tudom, én még nem találkoztam olyan termékkel, ami, ami arra akart vagy azt az érzést akartak kelteni bennem, hogy ő mekkora gyökér vagy, meg hogy mennyire béna. Van néhány ilyen játék, amit tudnék idézni, de általában azért nem el szokott lenni. A... Bocsánat, hogy beszok, a pop jellemzően észrevehető ez. Mikor, mikor feldobnak egy valamit, hogy iratkozz fel, és valami van, és alatta a nem a nem gomb van, hanem hogy nem, nem akarok sikeres lenni, nem, nem akarom ezt a kedvezményt, mert ez, ez a shaming Ez, ez igen, Bocsánat, igen. hogy ezt betettem zárójelbe, ez, ez így csak az, hogy hogy nagy, a lehető legrosszabb módon van alkalmazva. Tök jogos, mert hogy ez a behavior design a posvány része, tehát, hogy ha, amikor így a szándékosan egy ilyen negatív élményt akarunk kelteni a felhasználóban, dark pattern is lehet ezt hívni, vagy ilyen sötét megoldásoknak, lehet, hogy van ennek helye egy folyamatban, de fú, szerintem tehát élből nem tudok ilyet mondani, ahol ennek egyébként én látnám érteni, vagy ahol én ezt így direktben használtam volna. Persze írtam már olyan Facebook bejegyzést, mondjuk egy mit, konferenciát szerveztünk, és akkor ott volt egy olyan félmondatom, hogyha erre a linkre most nem kattintasz rá, akkor valahol elszomorodik egy heavy meal. Tehát, hogy ilyen poénként ezt lehet használni szerintem, de hogy digitális termékek felületein én ezt ennyire fullba nem tolnám mint a trópusi viharban, és egyébként szerintem ez egy, egy tök nagy hátulütője annak, amit én csinálok, vagy amit a, a, hozzám hasonló szakemberek csinálnak, mert ugye mi azzal foglalkozunk, hogy ráveszünk embereket dolgokra, manipulálunk, hívhatjuk ezt így, és a manipuláció önmagában nem rossz dolog, Tehát, hogy amikor a, a, vasárnapi ebédet fogyasztod nagymamádnál, és megeszed az első tán levest, és így cupogsz egy picit, hogy hát ez marha finom volt nagy és akkor ő jön, hogy jaj, hát még, és mondasz, hogy nem tele vagy egyébként, meg a, ugye ott van még egy 6 kg e, rántott hús, de hogy jaj, hát nem finom, hát nem ízlik, hát vigyél az utat, el fogsz fogyni. Hát most tényleg, tényleg el akarsz szomorítani? És nagybabák gonosz? Nem. nem. Nem, nyilván a saját eszközei, eszközeivel próbál rávenni e, valamire, és nem akar neked rosszat igazából ez is manipuláció, az is manipuláció, lehet ezt a rossz dologra használni, szerintem a tervező etikusságától függ, hogy a, a manipuláció, illetve ezek a technikák, vagy ezek, a, ezek az alapelvek jók-e, vagy hasznosak-e. És igazából, hogyha már eljutottál odáig fejben, hogy egy nagyon király terméket akarsz összerakni, az a, az, az első lépése szerintem ennek a, ennek a gondolkodásmódnak, vagy annak egyébként, hogy a, a, a piacod élére kerülj, hogy legyen, legyen egy megkülönböztető értéked, vagy egy behozhatatlan előnyöd a többiekhez képest, és hát ezzel mondjuk nem magamnak teszek keresztbe, hanem azoknak, akik nem hallgatják majd ezt a műsort. De ugye a következő lépés szerintem az, hogyha ha elkezdesz logikusan felépülő termékeket használni, tehát nem csak azokat pakolod bele, amiket kérnek tőled, vagy amit te szeretnél, hanem amire szükség van, hát, hogy elkezdesz jobban figyelni a felhasználókra és ebből a szempontból belekóstolsz a UX-be, a felhasználó élmény Szerintem ez egy brutálisan nagyot dobó dolog lesz, hogyha ha ezt elkezded beépíteni, és a következő nagy is ezt szerintem marha kevesen ugorják meg, és marha kevesen fogják megugrani, mert egyszerűen nem ez, a, nem ez az általános vélekedés, és eltérni az általános vélekedéstől veszélyes. Van bennünk egy ilyen dolog, nem menjünk ebbe mélyebben bele, szerintem egy következő két órát kitöltenénk, de hogyha már logikus termékeket e, csinálsz, amikre tényleg szükség van és úgy működnek, ahogy egyébként elvárják a felhasználók, akkor azt érdemes e, végig gondolni, hogy mi van akkor, hogyha, ha nem logikus embereknek tervezünk. Mert hogy biztos vagyok benne, nekem van itthon lyukas cipőm. Neked van otthon lyukas cipőd? Van. Kidobtad? Hát, persze, hogy nem. Az még egy tök jó cipő. É Ugye én sem adtam ki, hát a szemetet levinni még jó, nem? Vagy hogyha pakolni nem kell sem. menni a haverokhoz. Abszolút. Tudnál, új tudnál új cipőt venni? Valószínűleg tudnál. Ismersz cipőboltot vagy webáruházat? Persze, hogy ismersz, mégsem veszed meg. Ez nem egy logikus döntés, mert haszonelvűség azt mondja, hogy ez egy nem elég jó választás, vagy nem elég jó eszköz, jobbat kellene venni, újat kellene venni, hibátlant kellene venni belőle. És milyen egyszerű módon megjelent ez a tökéletlen döntés, most képzeld el, hogy ugyanezt történik, hogyha valaki felmegy a honlapodra, látja, hogy ott van egy csomó szöveg, nem tudja belőle, hogy mi az, ami fontos, ha nem emeled ki. És ezért jó, hogyha mondjuk tagolt a honlap, hogyha vannak főcímek. De nem véletlen mondják egyébként a, az adott területekkel foglalkozó szakemberek, hogy legyen kontrasztos, emelt ki, ami fontos, tedd az ember szeme elé, hogyha csak végig pörgetem az oldalt, akkor is értsem, hogy miről van szó, ugye ezért jó, hogyha vannak főcímek, néha tegyél be képeket, hogyan építs fel egy landing oldalt, milyen elemekből rak össze egy termék oldalt, egy webshopban, stb. Tehát, hogy van egy csomó későbbi lépése annak, hogyha elkezdesz arra figyelni, hogy az emberek egyébként mit csinálnak és hogyan viselkednek. És ezt azért nehéz megugrani egyébként, mert hogyha ha felteszel egy kérdést, akkor általában megelégszel az első logikus válaszsal, amit kapsz. És ez a probléma. Mert hogy ezek az, ezek az első logikus válaszok általában úgy születnek, hogy én csinálok valamit, és aztán megracionalizálom magamnak, hogy ezt azért csináltam, mert. De hogy ez így nem feltétlenül igaz. Volt olyan projektünk, vagy volt olyan projektem, ahol én viszonylag gyakran szoktam ilyen előzetes interjúkat készíteni, és ezek nem ilyen user interjúk, hogy figyelj, itt egy felület, kattinkasd már végig, csináld meg ezt, csináld meg azt benne. Tehát ez, ez egy sokkal-sokkal korábbi, még mielőtt leülünk beszélgetni, hogy mit kellene csinálni. Vannak olyan mentális modellek, azt hiszem, hogy így működik a világ. Mert hogy így tapasztaltam meg. Vannak ilyen mentális modellek mindenkinek a fejében, és az adott területén én általában kíváncsi vagyok arra, hogy ilyen alap dolgokról mit gondolnak az emberek, milyen mentális modelljeik vannak. És volt egy olyan projektünk, ahol egy zöldségeket árusító webshopról beszélgetünk. Arra voltam kíváncsi, hogy az emberek miért tesznek zöldséget. És ez olyan triviális kérdésnek tűnik, szerinted miért tesznek az emberek zöldséget? vagy azért, mert gyerekkorukban megszokták, vagy azért, mert le akarnak fogyni. Érdekes. Néha volt ilyen válasz, is, néha volt olyan válasz is. A többségnek, akiknek egyébként feltettem ezt a kérdést, azt válaszolta, hogy hát egészséges. Így ez lenne az első logikus válasz, de hogy ez nem. De megkérdeztem kb. 20 embert egyébként arról, az adott célcsoportból, hogy de így tudtam róluk, hogy sok zöldséget fogyasztanak, hogy ezt a, a, a kérdőív leszűrte nekem, jó kérdést kell föltenni. E, és megkérdeztem, hogy ti úgy miért tesztek zöldséget. És e, volt, aki azt mondta, 40-es anyuka, hát jó tesz a gyereknek. Vagy az volt olyan, aki azt mondta, hogy hát egyébként e, vegetáriánus a család, és egyébként tökre meg kell tervezni ezt az egészet, és tök fontos, hogy mikor, milyen. Zöldséget fogyasztanak, mert ugye ők csak zöldséget fogyasztanak ebből a szempontból. Volt, aki azt mondta, hogy hát a sportolás miatt az egészséges étrend igyekszik jobban figyelni a súlyára, ahogy te is mondtad, a gyerekek, stb. Szóval rengeteg-rengeteg válasz volt, és igazából, amikor így nem állsz meg az első logikus válasznál, akkor egy csomó érdekességre rábukkansz. és igazából azt is csinálhatod, hogy leteszteled a logikátlannak tűnő dolgokat. És van különbség egyébként logikátlan és észszerűtlen dolog között, mert az, hogy az, hogy mondjuk kiugrok egy repülőből ejtőernyő nélkül, az észszerűtlen. Tehát, hogy nincs, az a, nincs az az output vagy eredmény, ami egyébként ne lenne halálos ebből a szempontból, kivéve, hogyha egyébként a földön van a repülő és nem repül. De hogy, hogy én nem az észszerűtlen dolgok, kipróbálására próbálok rávenni senkit, hanem az elsőre furának, vagy hát ezt nem így szokták csinálni, vagy ez nem tűnik logikusnak, hát miért így viselkednének az emberek. Próbáld ki, mert hogyha te nem teszed, más se fogja. És ez önmagában szerintem egy marha nagy előny tud lenni ebből a szempontból. Nekünk is van most olyan projektünk, ahol ilyen elsőre logikátlannak tűnő dolgot próbálunk ki, erről még nem mesélek, de előbb-utóbb szerintem, hogy úgyis belefut az, akit érdekel ez a téma és ja, ja, szerintem, szerintem ezeken a lépcsőkön érdemes, vagy lehet végig menni, és ez az utolsó ugrás lesz a nagy, amikor nem csak egy jó terméket csinálsz, hanem logikus terméket, amire egyébként szükség is van, és egyébként végig gondolod, hogy, hogy egyébként az emberek milyen, milyen előfeltevésekkel rendelkeznek, mi az, amit nehezen értenek meg önhibájukon kívül, hogyan hoznak különböző dönt vásárlási döntéseket, hogyan hoznak, tehát, hogy hogyan tervezzem meg azokat a helyzeteket, ahol én döntéseket várok az embertől, hogy rákatintsanak, hogy letöltsék, hogy feliratkozzanak, hogy, vagy vásároljanak. És, és ezt az utolsó lépést szerintem szerintem nagyon kevesen fogják megtenni. Nekem ez a sejtésem, pláne itt Magyarországon, ahol egyébként egy ilyen jelentéktelen 8-10 év lemaradásban vagyunk a nemzetközi trendekhez képest. Egyébként még az is? legalábbis a szerény véleményem szerint még ráadásul dob egy plusz bónuszt. Nem fog inkább csak bónusz az aspektusában, legalábbis az utolsó lépés aspektusában. Nekem kiadottan kedvencem az, hogy amikor van egy hasonló típusú kérdés feldobva, és bárkivel is beszélgetnék erről, hogy abszolút olyan, olyan szinten, tehát ez a tételezzük fel, van ráadásul egy átlagos százalékot, hogy oké, okay, mondjuk 100-ból 78-an ezt fogják lépni mert akár oknál fogva. A maradék meg akar mi. De akkor még a 78%-nál is akkor az individuális körülményeket is még figyelembe tudjuk venni, és még azon belül is figyelembe, és tehát olyan szinten, tehát szinte emberenként tudnánk egy teljes rendszert felállítani, egy teljes csúszdát, ugye, oda tenni, hogy ezen a csúszdán mennyi barázda lesz, vagy mennyire frissen festve, és akkor csúszik, és ha csipoljon lefelé a popsi, mikor csúszik lefelé a száraz nyári napon. Hogy, hogy eszméletlen szinten bele lehet menni, de szerintem, szerintem lehetetlen. Tehát őrültség lenne olyan, olyan szintre lemérni a dolgokat. Hát ez a, a csökkenő elve valójában. Tehát, hogy minél tökéletesebbre akarom, annál fölöslegesen foglalkozni vele. Tehát, hogy a, az ilyen utolsó százalékok már Igen. túl sok energiát visznek el, ahhoz képest mennyit hoznak, csak hogy a klasszikus gazdaságtant de... azért ne toljuk bele a padlóba. Igen, egyébként ezt, ezt úgy is lehet hallani a hétköznapi beszélgetésekből, hogy a 80-20 elmélete, mi szerint ugye a 20% beletolt energia adja az eredmény 80%-át, és a maradék 20% eredményhez 80%-nyi energiát kellene beletolni, ami egyébként sok esetben igaz volt, miután én is abba hagytam a feleslegesen maximalista munkákat, és mondjuk kikértem az emberek véleményét. Például, akár értem, egy rossz... Ja, terület. hát itt a kérdés, a kérdés mindig az, hogy melyik 20% adja azt a 80-at, ami, ami kell. Ja. Mondjuk azt azért aláírom, és ezt szerintem érdemes megemlíteni, hogy nem egyszer látunk olyan terméket, webáruházatok, mindegy, látunk olyan terméket, amiről azt hiszük, hogy ez ilyen paraméterekkel fog kelleni az embereknek, így elindítjuk, odaadjuk az embereknek, hogy játszanak vele, és akkor kiderül, hogy egyébként számukra tök más fontos. Ugye ez a, a, az ilyen MVP-s tesztelésnek a, 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 lényege egyébként, de hogy, hogy döbbenet, hogy az embereknek mi az, ami, ami érdekes, fontos, mi az, ami, ami megragadja az ő figyelmüket, és emiatt egyébként egy csomószor újra kell gondolni dolgokat. Nekem tavaly, tavaly júniusban indult el egy előfizetéses rendszerem, és nekem az volt az előfeltevésem, és ezt teszteltem is egyébként, az volt az előfeltevésem, hogy olyan emberek fognak ebbe a rendszerbe csatlakozni, egyébként ilyen behavior design, meg gamification a témája ennek az egésznek, kurzusokkal, minden egyéb ilyen okossággal együtt, olyan emberek fognak csatlakozni, akik egyébként jók a szakmájukban, és azt szeretnék, hogy ők egyébként még jobbak legyenek. Tehát, hogy ők ilyen kifejezetten teljesítő típusú emberek, és összejött száz ember az indulásra. És azt mondtam, hogy hát ez, ez brutál jó, és egyébként olyan szakemberek csatlakoztak, akiknek én követtem a, a, a blogját, voltam képzéseim, Tehát, hogy, hogy tényleg sikerült azokat az embereket megtalálni, akiket én meg akartam célhozni, és akkor így teltek a, a hetek, hónapok, és ez ez az első két hónapra volt egyébként igaz. Azt láttam, hogy azok, akik egyébként ilyen a szakértők szakértői, tehát hogy ebben a, a, a státuszban voltak nálam legalábbis, és ismertem őket, mert hogy azért nyilván nem ismertem mindenkit ebben a, a, a halmazban. Ők nem hosszabbították meg az első két hónapot, mert ez volt az ajánlat, hogy az első két hónapot tudtad kezdés előtt fizetni, és akkor utána lehetett havi rendszerre áttérni. És azon kezdtem el gondolkodni, így ültem, a, ültem az asztalnál eltelt néhány hónap, és nyilván azokkal foglalkoztam, akik ott voltak a rendszerben, és igazából tök kevés energiát tettem abba, hogy e, új embereket hozzak be, és azt mondtam, hogy oké, okay, aki itt maradt, azt nézzük meg, hogy mi érdekli őket, mert hogy én azt gondoltam, hogy ez egy játékosított rendszer a játékosításról, illetve a behavior designról, és hogy mekkora király lesz, hogy majd ők így tudják nézegetni a jelvényeiket, ami ezt meg ezt jelenti, meg hogy ha le van írva, hogy a pontokat hogyan tudják Összeszedni, mert hogy erről szól a rendszer, és gyakorlatban fogják látni, hogy ez mekkora király dolog, illetve uh, tudnak a, az egymás után feloldható tartalmakkal uh, haladni. Meg van mellé egyébként egy ilyen uh, Facebook csoport is, szóval ez egy ilyen tök jó kerek kérni, meg heti egy live adást tartok, csak ugye a sztori szempontjából meg legyen a három fontos elem. És én azt hittem, hogy egyébként itt a, a, a kurzus tartalmak azok, amiket uh, amik egyébként elviszik a, a, hátán ezt a rendszert, mert hogy jóból szeretnék még jobb lenni, ehhez pedig kell valami, ami engem jobbá tesz. És néhány hónap eltelt, és arra jöttem rá, hogy meg kérdezgettem az embereket folyamatosan, meg azért nézegettem, hogy mire jön több reakció, és azt vettem észre, hogy igazából, akik bent maradtak, ők inkább ezt a felfedezés örömét élvezik, hogy bakker, már értem, hogy az emberek miért ilyenek. És ez, ez nekem egy brutális, nem pofon volt, de nem is, nem is egy sima felismerés, hanem tudod, van ez az érzés, hogy hogy ekkor a gyökér, <laughs> hogy ezt benéztem. És amikor így tudod, marad valahol egy sima vesző, egy pontos vesző helyett, tehát hogy valami ilyesmi dolog volt, és már négy napja nem alszol miatta. És amikor elkezdtem jobban ráfókuszálni erre kommunikációban is, meg a, a tartalmakban, meg hogy hova teszem én a hangsúlyt ebben a, a rendszerben, akkor, akkor tök jól kijött az, hogy egyébként aki, akit érdekelnek ezek a dolgok mögötti dolgok, amik így mozgatják az embereket, meg a gondolkodásunkat, hát, hát az egy brutál jó élmény volt. Tehát láttam, hogy, hogy, sokkal többet kommentelnek, aktívabbak, válaszolnak a leveleimre, oda kommentelnek a live adás alá, amikor megkérdeztem, hogy egyébként mi érdekelt titeket, mi az, ami, ami szerintetek jó ebben a rendszerben akkor mondták, hogy hát a live ugye élőben nem szoktam nézni, mert ezt csütörtök reggel, vagy délelőtt szoktam csinálni, de hogy a hétvégén mindig beütemezem. És így végigpörgeti a Facebook csoportot, hogy mi szokott történni, kommentelgetnek, kérdeznek, válaszolnak, és ez epifánia ebből a, a szempontból. És szerintem azzal sincsen semmi baj, hogyha menet közben történik egy ilyen lehet, hogy lehettem volna valahogy okosabb, hogy ez már rögtön az elején kiderüljön, de hogy úgy tűnik, hogy ez is működött, hogy teljesítőkre lövök, csak amikor elkezdték használni, akkor kiderült, hogy egyébként itt van valami mismatch ebből az egészből, és volt egy tesztelő csapatom. Én úgy gondoltam, hogy van négy alapvető célcsoport, akit én meg tudnék célozni, és mind a négyből felkértem három-három embert. Volt, aki egyébként tudom, hogy követ mondjuk valamilyen felületen, de hogy nem ismerjük egymást személyesen, és így írtam neki, hogy hello, látom, hogy tök aktív vagy, és mivel te ebbe a célcsoportomba tartozol, tudnál -e segíteni? Feltennék majd néha néhány kérdést, küldök egy-egy képet, hogy mit gondolsz erről, leírást, ilyesmi. És voltak tesztelő embereim, akik akiknek itt megmutattam, hogy figyük kb. lesz a rendszer, mit gondolsz róla, és így elmondták, hogy mit gondolnak róla. És akkor én ezek alapján azt hittem, hogy ez egyébként tök jó lesz, 9%-os volt a landing oldal konverziója, ami szerintem azért magas az átlagos másfélhez képest. Ha, kimondottan jó. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból ez egy tök sinem volt, csak amikor már így elkezdték használni, nyilván az bennem is Átformálta, hogy, hogy mire tegyek nagyobb hangsúlyt, és akkor ez így egy tök organikus folyamat volt, és nem a logikus irányba ment el ebből a szempontból. És itt érdekes volt látni, hogy jaj-ja, hát a, akik így elkezdik megérteni és meglátni a saját munkájukban és életükben, hogy e, mi motiválja az embereket, milyen gondolkodási torzításaik vannak, a, akkor ezt így elkezdték mondani, hogy jaj-ja hát ezt, ezt, így észrevettem a múltkor. Meg hogy az ilyen típusú dolgok tökre bejönnek nekik, akkor csináljunk inkább feladatokat, meg ilyen mini Szóval nem baj az, hogyha ha így menet közben változtatni kell valamit, mert kiderül valami, mire az elején, hát nem gondoltam volna, hogy, hogy inkább ez a felfedezés lesz a, a fontos benne, de hogy ezt tök jól ki lehet csiszolni menet közben is. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem csak új termékeknél lehet ezt a gondolkodást behozni, hanem meglévőeket is nyugodtan újra lehet gondolni. A százalékban egyébként egyetértek. Sőt, egyébként annyira is érdekes, hogyha csak önmagát, magát, az összes vállalkozás vagy vállalkozót nézzük. Tehát csak majd mint tulajdonosokat. Érdekes, hogy ugye vannak ezek az undorító statisztikák, hogy az első évben X mennyiség lemorzsolódik, második évben X még a többi lemorzsolódik hogy általában ugye azok, akik morzsolódtak például pont azok, akik nem tudnak adoptálódni, nem, nem is veszik a fáradtságot, hogy belegondolnak, hogy hé, hogy is működik a saját rendszerem. Tehát, hogy ott is milyen könnyedén megfigyelhető, pontosan ugyanez, hogy, hogy mi van. Viszont azok, akik meg egyébként más aspektusban, egyébként saját magamon is észrevettem ezt, hogy ha feljön egy olyan dolog, hogy na de az a fal miért fehér? Tehát, oké. Okay. És az a festék az miért jobb, mint a többi? És az miért úgy működik, ahogy működik? Vagy az az ecset, vagy az a tekercs, az miért, miért jobb, mint a többi? Az, az embernek a kíváncsisága, az a hihetetlen durva egy trigger tud lenni, ezt, ezt, ezt én is észrevettem, és most szándékosan nagyon egyszerű saját példát próbáltam csak mondani, de, de tényleg egyébként több ilyen YouTube videónál is észrevehető volt, hogy amikor belementem valami olyan valamibe, sokkal-sokkal több volt a megtekintés például, sokkal több volt a maga az idő, amit eltöltöttek azon a videón, mert nem csak mondjuk egy, ó, jön egy új funkció, és akkor bemutatlak neki, hanem ez a, akkor menjünk bele a mértjébe. És például pont ezek a kávészünet talk videók, ezért szoktak nagyon-nagyon jól teljesíteni, és most oké, okay, félig azért, mert a vendégeim egyébként nagyon királyok, <laughs> de volt e a szerintem, szerintem most is nagyon király vendégem van, de hát ez mindig subjektív, ugye, véleményezés. Én szerintem az is vagy, és még a következő vendégek is azok lesznek. Viszont hihetetlen jó, hogy azok, akik általában végignézik ezeket, a videókat, és tényleg itt most már nem is tudom mennyi ideje, lassan másfél órája beszélgetünk, ilyen most akkor elárulok egy metrikát, majdnem 30-35 százalékos, akik végignézik a több órás videókat, mert kíváncsiak rá, hogy mit, hogyan, miképp, miért, és utána, és az a másfél óra az nem egy nagy ár érte, hogyha belegondolunk és utána falják tovább a többi ilyen videót, mert, mert hihetetlen egy jó élményt tud adni, hogy a végén ott van ez a, aha, most akkor már jöhet a kis light bulb pillanat ugye a fejünk fölött. Ez egy tök érdekes dolog egyébként, amit mondasz. A... Mert hogy a... szerintem a kíváncsiság a legerősebb trigger, ami, ami tud lenni mondjuk a hiányon és a félelmen kívül. És e... Ugye mind a három, a hiány a kíváncsiság és az elkerülés ebből a szempontból az azonnali cselekvésre buzdító triggerek vagy motivációk tudnak főleg lenni. És hogyha az ember találkozik valamivel, ami nem teljes, talán fogalmazunk itt, hogy van, van valami információ, ami, amit kihagytak belőle, ugye ezek a klasszikus clickbait címek, Ebből a szempontból, és semmi baj nincs szerintem a kattintásvadás címekkel. A probléma az, hogy egyébként a cím és a blogbejegyzés az olyan, mintha ülne egy ilyen mérleghintán. És hogyha van egy ilyen clickbait cím, akkor ugye az így elbillenti a hintát, és én azt várom, hogy valami olyan információ lesz a blogbejegyzésben, ami számomra elég fontos és érdekes ahhoz, hogy ezt így kiegyenlítse. És ugye akkor van bennünk egy ilyen csalódottság, bosszankodás, hogyha, hogyha ez nem igaz az, hogy ki hova ment nyaralni, meg hogy milyen labdával focizott a fogalmam sincs hol, az senki nem szarja, de még csak lese. Csak úgy egy közkeleti mondatot idézek a 2017-es b vacsból és ennek egyébként van elmélete, ez nem, nem véletlen használják így az emberek, a, a mögöttes motiváció, vagy nem motiváció, de a mögöttes jelenség, hogyha valakit érdekel, hogy hogyan lehet ilyen címeket létrehozni például, Uh, és mindegy, hogy most egy tárgymezőről beszélünk, vagy egy headline-ról a, a főcím, Ről egy landing oldalon, az információs rész elméletének érdemes utána nézni, mert hogy ez az egyik legerősebb uh, dimenziója a, a kíváncsiságnak, hogyha azt elmondunk valamilyen információt, egy másik fontosabb információról. Írtam az akadémiánkra az előfizetéses rendszerben néhány hete egy cikket arról, hogy uh, így keresd fel mások kíváncsiságát, zárójel, a második elemet még biztos ismered. Nem azt mondom, hogy ez egy ötdimenziós modell, és a második az információs rés, hanem erről a fontos információról elmondok valami más információt, és ez egy ilyen, egy ilyen vakorózást idézelő az ember agyában, és ez egy módszer erre. De ugyanilyen kíváncsiság van azokban, akik mondjuk ilyen adrenalin junkik, és kíváncsiak arra, hogy vajon ebből a veszélyes helyzetből ki tudnak-e jól jönni. rengetegféleképpen megnyilvánulhat ez a kíváncsiság is. Ez alapján be lehet sorolni embereket személyiségtípusokba. Ugyanúgy, mint hogyha mit tudom én, MBTI tesztet töltenél ki, vagy egy Belbin tesztet töltenél ki valahol, vagy egy mit mi a horoszkópom, azt sem. Jó, mondjuk az komolytalan, komolytalankodjuk el a, a, a dolgokat. De hogy annyi mindent meg lehet érteni azáltal, hogy elgondolkodom, hogy bakkerő miért csinálhatta ezt. Nyilván nem azért, mert gyökér, nem azért, mert buta az ember, hanem lehet, hogy a saját tapasztalatai alapján azt mondja, hogy hát korábban ezt így megoldottam, akkor ez most is így működni fog. Mert hogy 2000 döntést ebben az órában már meghoztam. Ne kelljen már erre is energiát pazarolnom idézőjelben. Igen. Egyébként egy clickbait példa, megint csak a példáimmal jövök, Nemrégiben volt egy kisebb, mondjuk autóbalesetemnek esetemnek a dolgot. Ó, ezt mintha olvastam és... volna, vagy a kommentet láttam volna. Félsz, Egyébként volna. időközben én megnéztem egy tartalék accountomról, azt hiszem el is tüntették az én személyes írásomat, mikor felkértem ugye az adott hírportált, hogy legyen kedves már helyesbíteni a dolgot. Érdekesség volt, hogy mindjárt adok egy pillanatnyi kontextust, ugye? Akkor direkt a nézők kedvéért, hogy miről is beszélünk. Érdekesség volt, hogy az, ahol volt egy brutálisan, tehát ez, ez kimondottan egy negatív marketing taktika, ez, adtunk egy nagyon durva valami címet neki, hogy ó, oh, ez meg ez történt. Valójában, amint az ember rákattintott a linkre, ott volt egy fénykép. Valaki beküldött egy fényképet, ugye, és ott volt egy paragrafus. Nem volt benne semmi uh, tényesítés, nem volt benne semmi utánajárás, semmi, csak gyorsan kipakoltuk, mert maga a cím egyébként nagyon-nagyon felkeltő volt, ugye, maga módján. És ez önmagában még nem lett volna elegendő, ami a valódi, most az algoritmus részét nézzük mondjuk a Facebooknak, ami a valódi durva figyelmet felkeltette, hogy volt egy kommentelés alatta, aki ugye kikérte ezt a céget, vagy ezt a hírportált, hogy gyerekek azért a fizika törvényeit tartsuk már be, azért valami ott offos, és utána én ugye, mint a idézően sofőr, írtam egy publikus levelet, szánt a publikus levelet, tudtam, hogy egyébként fel fogja kapni az algoritmus, mondván, hogy gyerekek, ez meg ez történt, így meg így van, stb. Kérlek, helyesbítsétek a dolgot végeredmény az lett, hogy brutálisan magas számokat ért el, tehát mind lájkolásban, mind kommentelés, minden érkezett arra a cikkre, úgy, hogy ennek a hírportálnak a többi cikke az, az úgy töredékét eh, nem szokta igazándiból kapni ezt képest, és akkor egy kis háttértörténet, és hogy miért is volt a fizika törvénye miatt furcsa maga a cikk és a clickbait title, a, bocsánat, cím, az az, hogy eh, egy gyalogos átkelőnél meg kellett állnom engedni a gyalogos egy biciklis pedig teljes kakaóból telibet tarfálta az autót hátulról, elismerte, hogy hülyen vezetett, szemtanúk voltak rá, és így tovább két kocsi közé vágott be, valójában ezért történt a baleset, mert nem egyesen haladt, hanem próbált cikcakba menni, mint a nyuszi. És a clickbait cím pedig azt mondta, hogy elsodortak egy biciklist XY ponton. Tehát itt eleve itt vicces, hogy a kettőt ugye megfordítjuk, ha mondjuk a biciklis belement a kocsiba, akkor maximum aki látja ezt a címet, egy orbitális méretűt nevetni fog rajta, és tovább körget. De hogyha azt mondjuk, hogy konkrétan palacsintát csináltak egy biciklisből, akkor arra már felkapjuk a figyelmet, mi történt, hogy történt, hát ez csak egy kisváros, hát mi, hogy történhetnek ilyenek itt? Ugye tipikusan a berögződött, hogy mire is figyelünk, hogy mondjuk én egy kisvárosban lakok, ugye ehhez képest, tehát nem egy Budapest méretű. Úgyhogy itt is egy tipikusan ez is, a helyesbítés is valójában megtartották a címet, ott volt az eredeti egy bekezdés, ami igazán halottnak a csók mennyiségű információt tartalmazta, majd oda tették kisbetűvel helyesbítve, hogy egyébként nem a sofőr volt a hibás, és a story fordítva volt, de a címet megtartották, mert természetesen Facebook ugye felkapta. Úgyhogy ugye ez a Billy, amit az előbb beszéltél, ez tökéletesen ott van, hogy bárki, aki rákat az úgy volt, hogy gyerekek, tehát ez, ez, ez gáz. True. Szóval, ha még itt van bárki, akkor most szerintem jól fog járni. Én szerintem próbáljuk meg összegezni, hogy nagyjából miről is beszéltünk egy pár uh, rövid mondat erejében, és mielőtt még az összegzésre rátérnénk. Egy kérés, ha még itt vagy, ha még hallgatod, ha még nézed, mindenképpen, főleg, hogyha a YouTube-on nézed, az lenne a lehető legegyszerűbb, a videó alatt egy kommentet hagy nekünk, hogy, hogy, ezt a témát boncoljuk-e még tovább a jövőben, vagy valami ehhez köthetőt menjünk-e tovább mindenképpen, mert egyébként még rengeteg ötletünk van, hogy miről tudnánk beszélgetni, mi köthető pontosan ebbe a hogy is működik részében. Illetve mielőtt uh, a végére érnénk, azt mindenképpen el kell mondanom, hogyha bárki szeretne erről tényleg részletesebben belemenni, és az emlegetett akadémiát is ugye meg szeretné nézni, akkor annak is a linkje természetesen a videó alatt ott lesz, és bele lehet menni tényleg az apró, icike-picike részletekbe. Jobban, mint amennyi időm nekem van rá mostában, ez sajnálatosan az én hibám, de a lehetőséget nem fogjuk elvenni senkiről. Úgyhogy szerintem próbáljuk meg összegezni, hogy nagyjából ezek a logikus, logikátlan dolgokról, ha tipikusan ez a, ez a pár másodpercen van a, a liftben elmondani, hogy mi is, a, mi is, amit, amit haza kell vinnünk ma este. Annyira nem voltam felkészült, hogy egy ilyen két mondatot össze tudjak neked hozni, úgyhogy lehet, hogy inkább elmondom a paprikás krumpli receptjét. Jó. Ja. hogy. A klasszikus tartja. Hát, hogyha nekem egy vagy két mondatot kellene kiemelni a mai beszélgetésből, akkor szerintem az egyik biztos az lenne, hogy ha ahol a kontent a király, a kontextus az Isten. Hát, hogy uh, muszáj végig gondolni, hogy, hogy, milyen helyzetben várom el valakitől, hogy meghozzon egy döntést, vagy hogy válaszom mondjuk ABC csomag közül a, az oldalamon vagy hogy elolvassa-e a hírlevelemet, vagy a blog bejegyzésemet. Mi az a környezet, amiben elvárom, hogy ő döntsön, és hogyan tudnám ezt a környezetet megvariálni egy picit, mit emeljek ki, mit hagyjak ki belőle, mi az, amit esetleg bővítsek, mi az, amit csak cseréljek ki sorrendben. Tehát hogy hogyan tudnám magát ezt a környezetet megváltoztatni, hogy olyan döntést hozzon, ami mindenkinek jó. Nekem így legalábbis ez a, a szervező elvem a munkámban, és hogyha ezt egyébként így elkezdi az ember beépíteni, és azt mondja, hogy oké, okay, higgyünk Ádámnak 5 percre, akkor egy csomó, csomó ilyen apróság kérdés még felmerülhet. Szerintem, hogyha ez a gondolkodás elindul, akkor már így volt értelme ezt a kb. másfél órát lebeszélgetnünk. Most nekem csak a nagy piros gomb maradt meg. <laughs> B -b bőven elég, bőven elég. <gül> <gül> Minden esetre nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk egyet. Mi privátból is, úgy is úgyis folytatjuk, de remélhetőleg egy következő epizódban is folytatjuk majd. Úgyhogy aki pedig végignézte, szintén köszönöm, hogy itt voltál velünk és végighallgattad végignézni ezt az epizódot. Mindenképpen várjuk a kommentben a véleményedet, és hogy miről beszélgessünk a következő körben, vagy hogy pontosítsunk boncolgassuk-e tovább, inkább nincsen, hogy miről beszélgessünk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és... Hát, nagyon örülök. Tök jó beszélgetés volt. Köszönöm, és akkor sziasztok!